Emberek, itt nem vagyunk újra, szokásos hanganyagunkkal, tudjátok, az augusztusi eladásnak a második részével. Mielőtt belevágnánk gyorsan, elhadorom az entrét. Római 1, ne higgyük el azt, amit mondok, oké? Okay? Gondolkodjunk szabadon. Római 2, ezek az eladások úgy készülnek, hogy kérdésekre válaszolok. Nagyon sok kérdést kaptam, igyekszem megválaszolni mindet. Én magamtól nem nagyon szoktam beszélni. De nem nincs szándék arra, hogy változtassak az emberiséget. Én támogató típus vagyok, nem pedig változtató. Épp ezért, vagy ennek ellenére igyekszem érthetően, egyszerűen beszélni mindenféle trükközés nélkül. Már gyerekkoromban észrevettem, hogy teljesen felesleges idegen szavakkal, kifejezésekkel lehet üzdeni csak azért egy előadást, hogy tudományosabbnak, különlegesebbnek hassék. Oké? És Római 3, emberek, az egészet mi ezt ingyen csináljuk, ezt az egész YouTube-os dolgot, nem építünk itt csatornát, nincs semmiféle ilyen szándék, nem is állunk YouTube-ba a szerződésben, nincsenek reklámok, nincsenek szponzorált videók. Ennek ellenére persze YouTube kezd be reklámokat, de ezt nem tudjuk kivédeni, te se tudod kivédeni, úgyhogy még véletlenül sem használj ilyen reklámblokkoló adblocker programokat. Jó. Lényeg a lényeg, hogy ez van, ezt kell szeretni. De ennek ellenére, hogy ingyen csináljuk, van pár hallgatónk, akik szokott minket anyagra támogatni, ezt nagyon szépen köszönjük, mert nagyon segítik a munkánkat. És noha név nélkül szoktak minket támogatni, kérik pontosan, hogy ne olvassuk a nevüket, azért pár keresztnevet hagyd mondjak. Nagyon szépen köszönjük Orsolyának, Zoltánnak, Tamásnak, Paulnak, Dávidnak, Ákosnak és Teréznek, hogy mindannyiuknak segítenek abban, itt lehessünk. Apropó segítség, tudjátok, szoktunk ételt osztani rászoruló éhező embereknek, vagy nagyon kis pénzből élő nyugdíjasoknak. Jó pár hallgatónk segíti ezt a munkásságot, és nagyon szépen köszönjük nektek, hogy mellénk álltok az ilyen ügyekben. No, nézzük is. Kedves Krisztián, egyre kevesebb embert látok, aki nincs tetoválás, meg piercing. Mi visz rá felnőtt embereket arra, hogy elcsüfütsek magukat, illetve ilyen módon zsákmányolnak félem energiát másoktól. Nézzük meg mind a két oldalt, jó? Tehát azokat is, akik szerint a tetoválás szép, vagy klassz, vagy jó, és azoknak az oldalt is, akik szerint meg ugye elcsúfítás. Római 1. Maga az emberi élet nem szól másról, mint a figyelem energia rablásról. Akkor, hogyha egy ember úgymond normális, és ha tényleg az élet jelentős részét úgymond civilizált kultúrkörben tölti, akkor az élet elveszíti a túlélés, magára az életért való élés funkcióját, és valóban egyfajta ilyen társadalmi jászmává változik, ahol a figyelem energiarablás a legfontosabb energiaforrás, bizonyos téren fontosabb, mint maga a táplálék, hangsúlyozom bizonyos téren, amit a testedbe viszel. Oké? Mindenki, akinek van egyénisége, van image, ugye? Imázsa, szépen fogalmaz. Mindenki, aki meg tudja magát fogalmazni, hogy én tanár vagyok, rendőr vagyok, orvos vagyok, tűzoltó vagyok, vicces vagyok, jókedvű vagyok, szomorú vagyok, depressziós vagyok, tehát mindenki, aki erre képes, annak mind az élet nem más, mint egy olyan játszma, ahol a figyelme energiát rabol. Nincs ezzel semmi baj. Így működik a rendszer. A tetoválás jól lát, ennek egy formája. Persze. Oké, Római 2. Maga a tetoválás az ugye összességében nézve, ha megfigyeled, ezek az energia rabló formáknak ugye két félre létezik. A egyén meg a társadalom által elfogadott formák, és egyén meg a társadalom által nem fogadott el formák. Mikor valaki ugye rendszerellenes lesz, gerillaként harcol, vagyis simán csak megbotránkoztatóvá válik. Ugye úgy akar kiemelkedni a tömegből, nem tud máshogy ugye, a többi birka közül kitűnni, hogy ugye ő fekete bárány lesz. Tehát, hogy így. Tehát ezek a fajta energiarablások a társadalom által vagy támogatottak, vagy elfogadottak. Bizonyos társadalomban a tetoválás abszolút elfogadott, mi több fontos része az életnek. Bizonyos társadalomokban, kultúrkörökben pedig ugye hát nem az. De itt is minden az egyén dönt, valaki számára vannak elfogadható figyelmrabló formák,
és nem elfogadható fényalapú formák. Oké, okay? És számodra tetoválás nem ilyen elfogadható, neked gondolom, akkor nincs is. Három, mi viszont valaki tetováltasson? Hát bármi. Olyan lábbal kell fel. Így érzi magát teljesebbnek. Így akar kitűnni ugye a tömegből, lázad az anyjára, apjával szemben, mert ők ugye nem fogadták a tetoválást. Sokszor így fejezi ki ugye önmagát, mert ugye nagyon sok kultúrkörben, nagyon sok zárt csoportban ugye az egyentetoválás kötelező, hiszen így mutatod meg azt, hogy te tényleg a mafia, a hajósok, vagy a börtönlakók, vagy tényleg egy utcai banda, vagy egyetlen a barátság, mint olyan összetartozás, mint olyan. Tehát így mutatod ki, hogy a része vagy egy nagyobb egységnek. Ez is lehetséges. Valaki simán csak komolyan veszi magát, és úgy gondolja, hogy ugye hát a tetoválás, mint olyan letörölhetetlen. Ezért magára barátja a gyerekei nevét, szerelme nevét, férje nevét, feleségét. Számtalan oka lehet. Összességében római 4, ugye számodra a tetoválás valószínű, hogy római 3, és tudom, ott tartunk már. Számodra azért elfogadhatatlan, mert ugye nem természetes, hisz a tetoválás magától nem nő oda. A piercing magától nem jelenik meg az orrban, vagy a fülben, vagy a fejben, vagy bárhol. A szándék volt, aki teljesen lényegtelen ebben a kérdésben. Az este többségében, amikor valaki letováltat, van oka, hogy miért teszi, de igazából nem az az oka, csak hát ugye úgy gondolja az oka. De én szerintem mindenki azt csinál felnőtt emberként a saját testre, amit akar, hogyha a mentális állapot egészséges. Gyerekeknek nem szabad hagyni ilyen dolgokat, hogy az egész életükre kiható dolgot csinálnak, mint ahogy azt sem engedem a gyerekednek, hogy nem mosson fogad, pedig nem akar. Azt sem szabad meg egy gyereknek, hogy belefurassanak, akkor vagy elbe egy nem tudom, egy némán tüskét, és akkor vagy feltetováltassa a óvodáskori szerelmét, hogy merj ide, hogy gizi, vagy nem váltom ügyetre, menjen el, vagy szóval ne csinálj olyan dolgokat, hogy egész élet meghatározzák. Egy olyan 3 percig tartó vágy alapján, nem a gyerekeknél napjában 100-szor változik. De felnőttként mindenki azt csinál, amit szeretne. Persze, persze. Számtalan oka lehet. Ha rám hallgatszan foglalkozol azzal, hogy ki mit csinál a saját testével, mindaddig, amíg számodra nem jelent valamit. Az életedben nem jelent valamit. Oké? Okay. Mert hogyha mindig azon kattogsz, hogy más mit miért tesz, akkor előbb-utóbb hajlamos az ember megbolondulni. Először csak értelmezni próbál több ember gondolatát. Utána megfejteni, a miérteket keresi, majd végül ki is találjuk, hogy ki mit gondol. És abban a pillanatban, mikor már úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi van a másik fejében, mit miért tesz, abban a pillanatban elszakadunk a valóságtól. És akkor befele fordulunk, nem kapunk figyelemenergiát, nem úgy kapjuk, eltorzítjuk mi magunk is. És azt veszed észre, hogy eltelik pár év, és te vagy a... Tudod, minden faluban van egy bolond macskás nő, vagy bolond macskás férfi, kutyás férfi, bolond, akit lakik valahol a falu szélén. És tudod, amikor nincs ilyen te faludban, akkor ugye te vagy az. Tehát azt veszed észre pár év múlva. Tehát pontosan nem veszed észre, pont ez a lényeg, hogy nem veszed észre, hogy azzal, hogy mindig az egót kifele figyelt, mindig másokkal foglalkoztál, azzal szépen belepörgeted magad egy olyan spirálba évek alatt, aminek az a vége, hogy a saját elméd tekervényének a labirintusában tekereksz, úgymond. Oké, és... Szia, Krisz! Beszélni kérek arról, aki vagy ami a tanút is figyeli, azt vettem észre, hogy a tapasztaláshoz szükség van tudatosságra, ami a korlátottól függően valamilyen formában felismeri önmagát, és tudatában van a tapasztalatoknak is. Azonban ez a vagyok, létezem érzés a formával együtt valamiből létrejön. Ez az, ami végső soron a figyelőt is figyeli? Mi történik halál után a tanúval, figyelővel? Feloldódik a végtelenben, vagy megmarad az én vagyok érzés, csak a tágabb korlátonak köszönhetően más formákban is felismeri önmagát. Ha elfordítom a figyelmet a fizikai síktól, akkor ki fogja azt a testet, lelket önmagaként felfogni? És ha csak a végtelen létezik, hogyan fordíthatom másra a figyelmem? Hisz a végtelen éli minden formában önmagát. Remélem érthető a kérdés. Hát, figyelnem kellett, hogy értsem. Mert hát ugye mindenki más fogalomrendszert használ, de persze azért összeraktam, hogy mire gondol. Mikor azt tudtam mondani, hogy csak a végtelen létezik, ez nem igaz, tehát nem így mondom, vagy ha így is mondom, akkor nem jól mondom.
azt tudom mondani, hogy a végtelen maga a valóság, és igen, csak a végtelen létezik, de, és, vagy, per, minden létezik. Hát ha végtelen van, akkor minden létezik, és mert végtelen van, és minden létezik, ezáltal ugye semmi sem létezhet, hiszen végtelen van, végtelen ugyanek nem létezik. Tehát megfelelően ilyen kis szerény körmondattal szoktam ezt a kétszavas választ megbolondítani, ugyanis hát csak így fogható fel a valóság. Tehát az, hogy tényleg minden valóságos, minden van számodra, hogy mások számára mi lesz a valóság, az a múlik a figyelőn, a tanul, az múlik úgymond rajtad, az múlik a elméddel, idegrendszereden, érzékszerveiden. Tehát a valóság végtelen, de ami számodra valóságos, az azért lesz számodra valóságos, mert aktuális felfogó képességed erre a valóságformára hivatott. Oké, tehát minden valóságos, minden létezik. Épp ezért ugye semmi sem, csak az, amit mi a figyelmünkkel valóságosá teszünk önmagunk és a többiek számára. Oké, és ez a halál után is pont így van. A következőt tudom mondani, saját tapasztalatom lehet, hogy tévedek. Ugye kérdezhet, hogy mi az, ami végsősorban figyelőt is figyeli, mi történik halál után, hogyha az én vagyok érzés megmarad, vagy éppen elvész. Úgy tapasztaltam, hogy a figyelem is örök. Voltaképp ugye a végtelen maga létezés, nem létezésével, ugye a figyelem az, ami a formává válását, magát a létezést ugye biztosítja. Nem csak anyagi dimenzió, más dimenzióban is a figyelem képessége, ami alapvetően összességében egyfajta személytlen állapot különben, épp csak a személyek is képesek rá. Hogy figyeljenek. De a halál után a figyelem képessége megmarad. A erejétől függ, hogy az egyén, te, akit most figyelő és tanul is vagy egyszerre, és megélő is vagy egyszerre, a figyelem erejétől, stabilitásától függ végül is, hogy te, mint egyén, mivel azonosulsz halál után. Milyen frekvenciával, nagyjából most itt, mint amikor eldöntött, hogy belülsz egy moziba, milyen filmre ülsz be. Az, hogy ez a film számodra milyen élményt fog adni, a fölött nem nagyon tudsz dönteni, tudatosan legalábbis nem. Tehát hiába van egy csapniveló film, nem fogod tudni mesterségesen elhiteti magaddal, hogy ez neked jó élményt ad. Vagy hiába egy nagyon kemény, igazi kigyúrt macsó vagy macsolina. Vagy te sosem sírsz egy filmen, bemész és pont meghatódsz egy szerelmes filmen, és sírni fogsz. Tehát ezek ugye már nem dönthető. De az alaphelyzet, maga a forma, az dönthető a számodra, hogy milyen filmre ülsz be. Ez szokott lenni a létezésben is. Ha valaki meghal, akkor bizonyos dolgokban dönthet, de a legtöbb megélésében nem. Egyén szinten nem. Hogyha a figyelem elég stabil, akkor maga a tudatosság megmarad, és a minden forma, emlékek, élmények, érzések, gondolatok, ezek eltűnnek. Nem semmisülnek meg, de számodra már nem lesznek tényezők, nem lesznek olyan hatóerők, amelyek befolyásolják a létezésedet. Hogy ilyenkor képes vagy újra figyelni, akkor azt az figyelő tudatosságodat, aki most itt van, vagy halál után van, ugyanúgy képes leszel majd egyszer csak elengedni. Az is olyan tényező válik, ami már nem vagy. Majd ha képes leszel megint újra figyelni, akkor a figyelő figyelőjét is el fogod tudni engedni, mert már nem az leszel, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Az, amit úgymond szellemi-lelki fejlődésnek hívunk itt a Földön, emberként, vagy más bolygón, más lényként, mert nagyjából jön ez a játszma zajlik, az ennyi, és nem más. Hogy újra meg újra képes gazdosulni egy korlátlan állapottal. Nagyon sokan ezt vallásos köntösre bújtatják, nagyon sokan ezt spirituális köntösre bújtatják, nagyon sokan tudományos ruhákba öltöztetik, de a lényeg nagyjából ennyi. Van egy természetes folyamata, megnézed, egy 5 éves korodban teljesen más figyelővel azonosultál, más tudatossággal, mint 20 évesen, vagy mint 30, vagy mint 50 évesen. Tehát van egy természetes korlátlanodási folyamat is, van egy mondjuk mesterséges tudatos, amikor tényleg gyúrsz, meditálsz, úgy tudom, hogy lelkileg gyúrsz, tehát szellemileg gyúrsz, nem csak fizikailag próbálsz fejlődni, és akkor ez egy tudatos folyamat, oké? De nagyjából ennyi történik a halál után, persze. Ez csak az alap, a gerinc, maga a forma, az végtelen típusú forma lehet. Sokszor beszéltem már erről, tényleg bármilyen formában lehet játszani halál után tovább is. Oké?
És ha csak a végtelen létezik, hogyan fordíthatom másra a figyelmem, hisz a végtelen éli minden formában önmagát? Pont ez a lényeg. Figyelj, nem lesz könnyű követni, de menni fog. Ugye maga a végtelen van. A végtelennél a végtelen hogy élhetne? Hiszen nem tud élni, mert örökkén él. Hát végtelen, nincs korlát, gondolj bele, nincs semmi. Tehát hogy élhetne a végtelen? Hát nem tud élni, mert már megélte. Vagy megfogja, ezáltal sosem fogja. Hát mert végtelen, érted? Kettő, ami végtelen, akkor szintén nem tud létezni. Mert a létezéshez, a tudatos létezéshez, nem csak a léthez, hanem a tudatos, valamilyen szintű tudatos létezéshez korlátokra van szükség. Tehát a végtelen úgy nem létezik, ahogy kimondjuk, hogy gondoljuk, hogy a nagy bazinat semmi. Mert van olyan, a nagy bazinat semmi. De nincs olyan, hogy csak a végtelen bazinat semmi, mert akkor nem végtelen lenne. Akkor csak a nagy semmi lenne, érted? Az meg már nem végtelen, az csak nagy semmi. Tehát ha végtelen fogalmába gondolkozol, akkor abban minden van. Örökké. Hát hogy ne? Nem lehet máshogy. Mert ha valami hiányzik a végtelenből, akkor az nem végtelen. Oké? Tehát a végtelen nem a nagy semmi, nem csak a nagy semmi, hanem a kis semmi. A végtelen nem csak a határtlanság, hanem a korlátoltság is. Az is a végtelen. Hát nem lehet máshogy. Oké? Hogyha tételezzük a játék kedvéért, képes lesz arra, hogy magát a végtelent úgymond megéld, akkor egyetlen dolgot nem fogsz tudni megélni, ami el van zárulva a végtelent a korlátai által. Minél tudatosabb vagy, annál inkább meg fogod élni azt, hogy voltaképp semmi sincs elzárva semmitől, de adott rendszerek képesek arra, hogy elzárodjanak. Például a Hold el van zárulva a Földtől, ugye? Néhány kilométerre, meg úgy egyáltalán. Vagy te el vagy zárulva egy másik emberi testtől. Nincs arról szó, hogy te, neked kettő-három több tested lenne, hogy képes legyél pont úgy érzékelni, megélni valamit, mint egy másik ember. Nincs arról szó, hogy neked fáj a fejed, akkor a másik érzi a fájdalmat, vagy te dohányzol, a másik tud élni egy tönkre, és sorolhatnám. Rendben? Na erre a fajta elzárodásra minden dimenzióban képes az maga az élő lény, maga a tudat, aki van. Hol ezt tudatosan teszi, hol meg, mint a Földön, és öntudatlanul. Hiszen senki sem választotta egy szándékosan azt, hogy elzárodik egy másik embertől, így működik a rendszer. Oké? Tehát épp ezért más dimenzióban bárhol más megteheted azt, hogy a figyelmeddel fordítod jobbra-balra bármerre, önmagadra, akárhová, mert hát végtelen számú korlátolt állapot is van, amelyek egymástól el vannak zárva, úgymond, és ezáltal lehet élni közöttük, velük általuk rengeteg minden érdekes, izgalmas dolog. Oké? Kedves Krisztián, a kérdés van a következő. A testünk öngyógyító, ez valójában hogyan működik, hogyan tudjuk magunkat gyógyítani? Tényleg tudunk magunknak és mások részre energiát küldeni gyógyítási szándékkal, és igen, akkor mikor vagyunk erre képesek? Erre ugye mindenki más mond, a hitétől függően. Sokan mondják, hogy nekik vannak tapasztalataik, pro és kontra, tehát igenis lehet energiát küldeni, mert ráttam a tegyeremet, és valaki meggyógyult. Illetve ott a másik oldalak azt mondja, hogy nem, és a testi öngyógyítás is marhaság, kórházban dolgozom, és nem láttam még olyat, hogy valaki csodás módon meggyógyult volna, és felpattant volna, és kiszlad. Vagy a sánta ugye kifut a kórtelemből. Tehát mindenre van tapasztalat, és van hit. Oké? A következőt vettem észre így kívülről való figyelés által, tehát mikor nem ebből a dimenzióból nézem a fizikai rendszert, illetve az embert, mint olyat. A fizikai anyag egyrésztről nagyon merev, és a saját törvényének engedelmeskedik. Másrésztről viszont egész jól formálható a tudat által. A test valóban, az emberi test is, az anyagi test is tényleg nagyon különleges dolgokra is képes, de ott a merevsége, a zárt rendszeressége miatt ezen a fajta hullámhosszan, rezgés szinten, vagy rezgésen, vagy nem tudom, frekvencián, ahogyan az emberi elme alapban gondolkodik, vagy az ego gondolkodik, vagy az érzékszervek működnek, ezen a frekvencián nem nagyon tudunk változtatni az anyagon. De az ember képes arra, hogy olyan hullámhosszon működjön, amely magát az anyagot is megváltoztatja, hisz összességében az anyag ugye nem más voltaképp, mint egyfajta, egy ilyen skin, úgynevezett egy ilyen felület. A látszat ellenére semmi sem több dimenziós, hát mindegy. Tehát lényeg a lényeg, hogy a test mondjuk gyógyuljon, vagy ha valaki gyógyítani legyen képes,
tudatával önmagát vagy másokat. Ez egyszerű tudományos tény, ez nem is kérdés. A kérdés az, hogy erre valaki tényleg képes lehet-e, és hogyan képes rá, vagy állandóan képes-e rá. Azt vettem észre, hogy bizonyos elmeállapotokban valóban a test változik. Ugye a régi klasszikus történetet tanítás, hogy amikor a hipnózissal próbálkoztak, annak ide a hipnotizálás hajnalán tudományos célra, akkor ugye hipnózisban valaki elhitették, hogy most meg fogják égetni tüzes vassal, és hozzájöttek egy ceruzát, és a illetnek a bőre megégett. Mert ugye az elme elintézte. Mert hát az elme számára a létezés máshogy működik, meg a tudat számára. Nem annyira darabos, mint itt az ember számára. Tehát lényeg, hogy maga ez, hogy az anyagot változtatható, akár gyógyítás szintjén, abszolút tudományos tény. A kérdés az, hogy ez hogyan működhet. Hogyan lehet stabilan megcsinálni. Hogy írtad, hogy mikortól vagyunk erre képesek. Nem feltétlenül vettem azt, tehát a fejlettség, lelkiszellemi tudatosság állapota, meg a gyógyító képességeknek, vagy a különleges képességek megjelenése, ez nem feltétlenül korrelál egymással. Tehát nincs arról szó, hogy van egy skála, amit ha elérsz fejlettségi szinten, akkor mindenképp megkapod a gyógyítás szintű első képességét, vagy a kisebb betegségeket meggyógyítani. Tehát ez nem feltétlenül szokott így lenni. Még azt sem vettem észre mindig, hogy nagyon nagy tudatos szentembernek a teste úgymond földi értelemben mindenképp teljesen egészséges, hogy legyen. Mert ezt sem láttam mindenhol, válasz a többsége valóban arról van szó, hogy azért a tudatosság bizonyos állapotaiban valóban az egyén már a testével könnyebben, gyorsabban tud bánni. Olyan dolgot is meg tud letenni, amelyeket esetleg a normál emberben. És néha ez tényleg megjelenik úgy is, hogy valakit meggyógyítasz. Ha már gyógyításnál tartunk, ezt is olyan tapasztalatot neked mondani, hogy igenis van, amikor valóban lehet betegségeket, tehát magát a diszharmóniás állapotot harmonikussá tenni, de valamikor meg nem lehet. Valamikor igenis tényleg keleti-nyugati orvoslásra van szükség, valamikor egy gyógyszerre van szükség, valamikor másfajta áfimra van szükség, és sorolhatnám. Oké, én azt vettem észre egy zárásnak, hogy amit viszont tényleg garantálhatsz magadnak, vagy másoknak, ha erre mások vevők, vagy amit én is tudok úgymond garantálni, az a lelki-szellemi egészség. Azt el lehet érni. Tehát ahhoz a testnek, a fizikai dimenzióknak nincs beleszólása, vagy nincs arra ráhatása. Ahhoz nincs köze. Márha az ember erre képes, hogy figyelem, gyakorlás, meditáció, mindegy, hogy hogyan, de szép napránként megélje azt, aki valójában a testétől független, a testén túl. Oké? És maga a gyújtásom úgy szokott történni, ahogy mondom, és sokért láttam azért kívülről, nem úgy gondolják az emberek, hogy belefolyik az energia. Ez csak egy ilyen tanításom. Volt egy nem történik más, mint hogy herjál a harmónia. Mert ugye a betegség az egyfajta diszharmonikus hatás. És kész. Épp azért van az, hogy nem lehet betegséget csak úgy elvenni, mert valakinek a betegsége összességében nem diszharmonikus, mert benne lévő érzések, gondolatok miatt a betegséggel van harmóniában. Vagy valamikor, ha diszharmonikus is a betegségnek az oka az egyén számára, akkor sem elvehető, mert arra van szükség, hogy azt a diszharmóniát ő maga feloldja, feloldván egy másfajta harmóniát élhessen meg. Tehát ez egy összetettebb játszma. De maga voltak épp a technikai része az nagyjából ennyi, hogy helyreáll a harmónia az adott, nevezzük beteg résznél. De újra mondom, ez nem úgy működik, legalábbis nem láttam olyat, hogy mint hogy legendákban van, hogy a mester mindig mindenkitől elvette a betegség, ment az utcán, és akkor a leprás hirtelen meggyógyult, meg a pupos kiegyenesedett, és a sánta elkezdett szaladni. Tehát egy 30 méteres órában, amit fény lett. Ezek csak inkább ilyen tanmesék. Nem lehetetlen, hogy volt ilyen valaha, de soha nem láttam ilyet. Olyat láttam most is az elmúlt pár évben, illetve az elmúlt néhány pár ezerben, amit mondtam az elején, oké? Hogy igenis megesik. A tudatosságnak van egy olyan jelenléte, ahol a harmónia helyreáll, és akkor a fizikai betegségek gyengülnek, vagy elmúlnak. Rendben.
Kedves Krisztián, az első kérdésem, az a vád ellenem, hogy nem lehet velem dolgozni. Elküldözök mindenkit magam mellől, és találni kell mindig mást mellém. Tudom, nehéz terpénzhetem, de nem szeretem, a padira vesznek és úszítanak ellen embereket. Hogyan tudok ezen változtatni? Sokat voltam hasonló helyzetben. Érdekelnek az eltűnt gyerekek esetei. Mi a család szerepe, esetleg a hatóságé? Olyan güme bolygósan. Figyelj, hát ha tudod, 30 ember elküldtek melled, mert 30-ra azt mondták, hogy nem lehet le dolgozni, akkor talán lehet, hogy van benne valami. Nem szeretem, hogy padira vesznek és úszítanak ellenem embereket. Figyelj ide! Valószínű, hogy nincs arról szó, hogy mind a 30 ember téged be akar csapni és úszítani akart ellened embereket. Egy-egy könnyen elképzelhető, sőt biztosan, de egy mind. Tudod, az autópályán, mikor megy az autós, és akkor bemondja a autó rádió, hogy egy őrült forgalom a szemben az autópályán, ugye, hát merre mondja az autós egy, ugye, hát dehogy, hát mind. Úgyhogy régi, borzasztó a rossz vicc, de összességem jó mutatja a helyzetet. Kettő, meg kell érteni a következőt, nincs fekete vagy fehér, pontosabban, de van, és azt úgy hívják, hogy fekete vagy fehér. De az ember élet nem ilyen. Tehát az emberben minden szín játszik, keveredik, folyik össze. Magyarán nincs olyan, hogy lesz egy olyan ember, aki tényleg tökéletesen hibátlan, kedves, megbízható, legkisebb rossz szándék, padira vevő szándék, vagy úszító szándék nélkül. Ilyen nincs, sosem fogsz találni ilyet. Feltetlektesen vagy ilyen, szerintem senki sem. Mert vannak olyan pillanatok, amikor igenis egy ösztönös kósza gondolat, kósza döntés kimeríti mondjuk a padira vevésnek a fogalmát, a másik becsapásnak a fogalmát, még ha nem is úgy gondolja, nem is úgy akarja. Mégis úgy tűnhet abban a helyzetben. Tehát ne várd azt, hogy megkapd a tökéletes munkatársat, a tökéletes ismerős barátot, mert nem lesz ilyen. Rendben? 3. Mit tudnál tenni? Hát figyelj, de gyakorolni kell. Elengedés, befogadás, jelenlét, a szokásos dolog. Akkor ugyanis a jelenlétben az ego nem eltűnik, de vagy hogy nem feloldódik. Ez azt jelenti, hogy nem irányít, és abban a pillanatban ennek a játszmárnak is vége lesz. A jelenlétben nincs erről szó, ott nem élünk megfajta ilyen különbséget. Meg a jelenlét határtalansága miatt a jelenlét állapotában nem vagy sebezhető. Ez azt jelenti, hogy nem tudsz megbántódni semmi, mert nincs senki, akit megbánthatnál. Tudom, ezt a pszichológia nehezen érti meg, vagy normál ember is nehezen fogja föl, de akkor is ez a valóság. Oké, és úgyhogy ezt javaslom neked is. Addig meg figyelj ide, kicsit legyél empatikusabb, vagy elfogadóbb az emberekkel. Gondold végig, hogy nagyon sok emberrel okosabb vagy. Nem véletlenül van ez, hogy igenis átlátod a játszmáikat. De akkor azt jelenti, hogy legyél okosabb náluk. Fogadd az ő kis csacskaságaikat, és legyél kicsit engedékenyebb velük. 2. Ne várd el ugye, hogy úgy gondolkodjanak, ahogy te, hogy pont annyi fogaskerekű legyen az emlékben, mint neked. Hogyha van konfliktusod valakivel, akkor ne üldözd, hanem még ne is kérdezd fel, hanem úgy beszélgess vele. A legtöbb ember szívesen elbeszél magáról, szívesen beszél magáról, nem elbeszél, már elbeszél is maga mellett, meg melletted, de szívesen beszél magáról, és akkor úgy apránként meg lehet leértetni mondjuk, hogy ne próbáljon téged padira venni. De így beletolva az arcába, legtöbb ember számára még az igazság sem felfogható, sőt, azt szinte sosem fogható fel, mert ő nem akarja látni. Oké. Illetve 3. Hogyha azt jelenti, hogy te nagyon sok ember okosabb vagy, akkor azt is jelenti, hogy nálad is vannak sokkal okosabban. Tehát akkor neked sem esne jól, hogyha valaki mindig megmagyarázná, hogy te miért nem vagy elég jó. Mert ott akik ezt történik megfigyeld, mikor te csatázol valakivel, valakit úgymond elüldözöl magad mellől, akkor kvázi rábizonyítod azt, hogy ő miért nem elég jó, mert hogy miért csinál olyan dolgokat, amiket ő meg szerintem nem csinált, mert szerintem senki sem ismerte be azt ebből a 30 emberből, akit elüldöztél magad mellől, hogy ők padira akartak téged venni és úszítani. Érted? Szóval érdekes egy játék ez. Helyebben nem venném ennyire komolyan. És akkor élvezetesebb is, örömtelibb is, könnyebb is. Az eltűnt gyerekek, hát ez egy borzasztó dolog. Az élet
szokták mondogatni, tudod, mikor a jó emberek meghalnak, meg amikor hirtelen betegségben valaki összecsütik az utcán, egy agyvérzés, egy szívinfarktus, és vége van, és egy rendes ember volt, ott várják a kisgyerekei, stb. Szóval mondjuk, hogy az Isten nem válogat. És egyszer mindenkit a megfelelő időben ugye, magához hív. A valóság ennél fokkal korlátlanabb, aminek az Isten is csak a része. A valóság annyi, hogy az élet zajlik. Áramlik, folyik, örvénylik végtelen mennyiségben. És mindenkinek meg kell benne élni valamit, majd aztán újra, majd újra, majd újra, majd folyamatában. És ha valaki meg akar élni azt, hogy elrabol valakit, akkor valakinek meg kell élni azt, hogy őt elrabolják. Épp ezért azt is meg kell élni egy elrablónak, hogy elkapják és bevágják a sitre. Hát hogy nem. Szörnyű dolog ez. De az élet nem gondolkodik így morálisan. És noha nekem a jelenlétem lehet is stabilnak mondható, és elmondhatnám azt magamról, hogy az emberi élmém, meg az egóm nincs ilyen, én sem tudok annyira tárgyilagos lenni, mint maga a végtelen. Nem vagyok arra képes, hogy hagyjam mondjuk csak úgy, hogy például valakit elraboljanak. Meg akkor is, hogyha látom mondjuk, hogy a végtelen, mert az esemény épp olyan, épp annyira rendben van, mint minden bármi más. Épp ezért nem lettem itt a Földön nagy istenség. Elvenném az emberekkel a jogot arra, hogy mondjuk hülyék legyenek, vagy hogy gonoszak, vagy hogy emberrabló. Nagyon gyakran sokan mondják, hogy ezek az estek nem csak azért történnek, hogy a szülők, a gyerekek, meg a rablók tanulnak bele, a társadalom is tanul belőle. Következőt vettem észre. Ez csak általában magyarázzuk az érthetetlent, a felfoghatatlan próbáljuk felfoghatóvá tenni, mikor találunk indokot ilyen dolgokra, vagy bármire. A következőt vettem észre, összességben a létezésben olyan hatások vannak, amelyek így az ember élme számára felfoghatatlanok, még elmagyarázni sem tudom őket. Néha szoktam, de ha figyeled, össze-vissza beszélek egyszerűen, nem lehet szavakkal kifejezni. Nem véletlen, hogy nem nagyon szoktak későre beszélni, még azok sem kevesek, akik ezt látják, mert nem lehet. De egyszerűen nincs arról szó, hogy valami csak azért történik, mondjuk, mert tanulni kell belőle, vagy mert ez a sors, vagy ez a karma. Nem, ennél sokkal összetettebbek a dolgok. De elfogadni sem szabad a dolgokat, hogy hát ennek meg kell történnie, és kész. Igen, és figyelni kell a gyerekekkel, meg kell próbálni. A lehető legjobbat adni nekik, ami sokszor nem az, amit ők akarnak, megjegyzem. Lehet legjobbat adni nekik, hogy tudatos, szabad, intelligens emberekké válhassanak. Szia, kedves Krisztián! Tudatos halál kurzusról szeretnék kérdezni. Az a gond a kérdéseid, de nem tudok rá így válaszolni. Attól volt a kurzus. Majd csinálunk kis csapatos foglalkozást, gyere már el, és akkor megbeszéljük, mert így nem lesz érthető az, amit te kérdezel, nem érthető a számomra, és nem lesz számomra sem érthető a válasz, mert olyan dolgokra kérdezel rá, amelyek ugye tapasztalaton alapulóak. Ugyanis ezt a kurzus, amit csinálunk a tudatos halálról, halálért, az nem elméleti, hanem gyakorlati, tehát egyéni tapasztalás megélés, illetve utána való gyakorlás által való megélés, illetve a halál utáni való megélés. Lényeg, hogy a megélések miatt sokkal bonyolultabb választ igényelnek a kérdéseid. Jó? Gyere már egy kis csoportosra, és akkor megbeszéljük. Köszi. Szia, Krisz! Van olyan, hogy nem a saját utadat járod? Van olyan, hogy azért hozol meg egy döntést, mert valakivel együtt szeretnél lenni? Ugyanazon a helyen földrajzilag, viszont amúgy úgy érzed, hogy ettől ez nem a te utad lesz. Mert csak emiatt mész oda. Vagy mert úgy döntöttél, akkor onnantól az a te utaddá válik? Igen. Következőt kell megérteni. Nagyon sok hisznek egy olyan sorsban, hogy előre meg van írva, hogy minek kell megtörténni az életben. Ez nagyon ritkán van így. A szabad akarat az illúzió, de valahol meg mégsem. Következőt vettem észre ebben a nagy univerzális játszmában, de mehet, hogy tévedek.
de elég sokat volt szerencsém figyelni az anyagi dimenziótól kezdve a dimenzió kialakulásáig át, sok mindent, úgyhogy valamennyire ezért képben vagyok. Következőt kell elképzelni, vagy éri meg elképzelni. Rendszerek vannak. Van kisebb, vannak nagyobb rendszerek. A kisebb rendszerekben élőkre korlátozottabb törvények hatnak, a nagyobb rendszerekben egyre kevésbé. Minden jobb egy rendszer, annál korlátlanabbak a törvények. Igen, tehát minél nagyobb a rendszer, annál korlátlanabbak a törvények. Mert ugye magukba olvasztják a törvényeket, nem hatnak rájuk kívülről. A sors, az anyagi világ, a halál utáni dimenziók, az angyalok, a démonok, az Isten, meg ezek, ez egy relatív kis rendszer, csak relatív kicsi. Sokkal hatalmasabb rendszereknek a részei ezek a dolgok. Épp ezért nagyon sok korlát hat rá. Pontosabban nagyon sok korlátot lehet megélni ezen rendszereken, kis rendszereken belül, keresztül, által. Oké? Tehát, noha van egyfajta végtelenség ezen korlátolt rendszerekben, ahol aztán minden mindennek a mindene, van elkülönülés is, ahol tényleg meg lehet élni. Azt mondjuk, hogy eljutok A pontból B pontba, mert összességében A pontban vagyok, a B ponttól elválaszt egy távolság, azt meg le tudom küzdeni, és akkor eljutok B pontba. Ez igaz, lelkileg, szellemileg minden téren. Igaz, akár úgy is mondjuk, hogy megélheted azt, hogy van egy utad, sorsod, egy élethelyzeted, életed, életfolyamod, amelynek igenis vannak A, B, C, D pontjai, amelyeket elérhetsz. De úgyis megérheted mondjuk ezt az egész dolgot, korlátlanabbul picit, hogy voltaképp elérheted bármelyik pontot, nem kell csak A, B, C-t meg D-t elérni. Vagy úgyis megérheted, hogy sokkal korlátoltabb az egész játszma, és nem mehetsz máshová, csak A pontba, meg B pontba, és kész. Tehát mindez egyénfüggő. Arra szeretnék kitérni a bevezető után, hogy az egyénfüggő mindenkinek más és más, hogy a sorsa milyen, hogy valóban megvan-e írva, vagy valóban egy sors nincs megírva, valóban el van-e döntve, valóban nincs eldöntve. De nagy általánosságban ez egy kijelenthető, hogy ezen kis rendszer, amiben beletartozik a Föld, az univerzum, a dimenziók, angyalok, Isten, stb. Ezen kis rendszer, mint olyan, nevezzük kicsinek, meghatározott óramű pontossággal ketyeg, vannak benne bizonyos anomáliák, fogalmazom ki, így összességében a rendszer maga dolgozik folyamatosan. Magyarán létezik az, hogy igenis van egy utad, ami úgymond számodra úgy tűnik, hogy előre megírt. De az is létezik, mint mondottam volt, hogy ez így nem igaz, és hogy igenis választhatsz a lehetőségek közül. Minden tudatosságon múlik, és jön a lényeg, amit te is írtál, a döntés, meg a tudatosság. A legtöbb ember a saját útját sem tudja megírni a saját útnak, mert abban sem képes döntést hozni. Azt sem képes azt mondani, hogy na, akkor ez vanok és ez vagyok. Mindig menekülünk önmagunk, az életünk minden elől. Hogy belássuk az igazat, hogy most tévedtünk, hogy belássuk azt, hogy most a lehetőségeinkhez képest rosszul csináltuk, bénán csináltuk, vagy épp azt, hogy belássuk, hogy jól csináltuk, mert mindig azt mondjuk magunkra, hogy úristen, milyen bénák vagyunk. A legtöbb ember, mikor otthon van és dolgozik, arra gondolkodik, hogy mikor mehet el nyaralni, mikor elmegy nyaralni, ott meg azon gondolkodik, mikor dolgozhat már. Ha megnézed, legtöbb ember nem tudja a saját életét sem önmagáinak élni. Nemhogy egy másik emberét. De viszont amikor meg elkapod a pillanatot, míg az emberek elkapják önmagukat, a létezést, akkor meg megélik a saját életüket maga teljességében. Reggel iszik egy kis kávét, teát, bámul ki az ablak, mert fejéből is hirtelen az egész élet olyan valóságossá válik, olyan összeáll. Úgy megáll a pillanat, hogy így fogalmazzak. Vagy mikor nagyon boldog vagy a gyerekeiddel, játszol feleségeddel, férjeddel, barátod, barátnőddel. Most itt kint hallom a fáknak, a lomkornak, susog, fújja a szél. Abban a valóságossá válok én is, mert valóságossá vált a mindenség. A jelenlét végtelenében meg tudom élni a véget is. Oké? Tehát nincs olyan, hogy neked feltétlenül mondjuk Svájcban kell élned, de a párod itt van most, és akkor Magyarországon maradsz, vagy fordít, nincs arra, hogy neked mindenképp Magyarországon kell élned, ide születtél, de most a párod kedvére kimentél Svájcba, és akkor most beleélsz, és akkor most letért az utadról a fenét. Jól írtad. Ha a döntés elég valódi, a tudatosság elég valódi, akkor az lesz az út, ami a forma nem számít. Rendben van? És azt sem ez a forma éppen, melyik országban van. Jó.
Szia Krisz! A lényeggel kezdem, farkvetéssel születtem. Anyu állítólag sokat szenvedett, szerintem én is. 54 éves vagyok, jókedvű, vidám nő. Pedig sok küzdésem, feladatom volt az életben. Megerőszakoltak fiatalom. És képzeld, a pozitivitás belül megvan, de kifele keménynek és mérgesnek mutatom magam, és jól esik. Mióta így felgyorsult minden, mindenhol csak lehúzzák az embert. Olyan, mintha felszívtam volna magam, de viszont jobban megy a munka. Elindultam edzeni is. Nagy a baj. Köszönöm a válaszod. Hát nem, de hogy is. Emberek, úgy éltek, ahogy nektek jó. Ha nagyon sokat éltek úgy, hogy nektek jó, akkor jön a kettes számú pont, úgy éltek, hogy nektek jó legyen, és másoknak is. És ez is sokat ment, akkor a hármas pont, éltek úgy, hogy másoknak jó. Mert akkor ti már eltűntetek a létezésetekből, és akkor nagyjából átmentetek buddha istenségbe. Jó? De ne hagyjátok ki az első két részt sem. Rendben. Kedves Krisztián, pici korom óta feszít belül egy érzés, hogy valami sokkal többre vagyok hivatott. Sok emberhez kell szólnom, mert az mindenkinek jó lesz. Elénte a zenén keresztül próbáltam ezt elérni. Hosszú végig koncerteszem, énekeltem. A színpadon éreztem, hogy elememben vagyok. Aztán kiégtem, és felmerült a kérdés, hogy ez csak az érdés csupán a figyelemészség hajtja, vagy más? Hogy más emberek rajongásából töltsen fel az aksikat? Vagy valóban van egy belső küldetésem, ami nem sugulja folyamatosan, hogy emberekhez szóljak. Én szeretek írni, van, hogy egy-két íráson betalálnak közönségül is, de nem lők akkor a hullámokat, amikorákat szeretnék. Sajnos nem jöttem még rá, hogy valójában mi hajt. És hogy milyen megfelelő csatorna az emberekhez? Hogyan deríthetném ezt ki? No, kezdjük az elején. Igen, azt megfigyeltem, hogy vannak szakmák, vannak formák, vannak életek, amelyekre úgymond születni kell. Tehát, hogy összeállnak a dolgok. Nem úgy, mint az asztrológusok gondolják, hogy a misztikusok, vagy a bolygók, vagy a sors. Bár akár úgy is. De lényeg, hogy igen, a tehetségnek ugye hívja sok ember. Tehát valahol a vágy, a hajtóerő, a mienség, az valahol ott van egy emberben, hogyha ott van benne. Kettő. Valamikor ez csak magától kitör, megjelenik, valamikor úgy dobja a gép, hogy egyszer csak azt veszed észre, hogy 40 évesen színpadon állsz, de valamikor olyan, mint amit te is mondasz, hogy belülről már gyereknek is érezted, hogy neked errefelé kell haladni. Ez ember válogatja. Tehát abban is van elhivatottság és tehetség, aki sosem érezte. Csak úgy dobta a gép, és egyszer csak azt vesz észre, hogy mondjuk már a példádnál, színpadon áll, és hat az emberekre. Ugye a római 3, hogy ez mennyire egósta, vagy mennyire valódi, ugye? Mennyire csak arról van szó, hogy figyelmet szerez, vagy éppen tényleg arról van szó, hogy neked az a küldetés idézőjelben, vagy a sorsan, vagy emberekhez szólj. Feltétlenül mindkettő. Ugyanis nincs arra semmi baj, ha valaki azért csinál valamit, hogy az egója feltöltse mások figyelmével. Hol az a gond? Akkor lesz ebből a probléma, hogyha többi ember ezt nem akarja. De hogyha mindenkinek jó, hogy te kiállsz a színpadra és játszol, nekik azért jó, mert nézhetnek, azért jó, mert kaphatnak ezáltal, neked azért jó, mert te is megjed azt, hogy milyen jó, hogy néznek, és milyen jó, hogy ezáltal te kapsz. Miért lenne ez baj? És hogyha római 4, bocsánat, hogy síros hangon beszélek, csak beledültem a szemembe, és sípőrt paprikát ettem előtte, és most kicsit sírok. Tehát római 4. Az, hogy pedig ez nem csak az egódat, hanem a lelkedet is tölti, az, hogy ezt tegyük föl, abszolút valódi, az, hogy arról van mondjuk szó, hogy tényleg arra születtél, hogy nagy hullámokat kelts a világban, hát az meg aztán végképp mi a probléma? Hát semmi. De bármelyik van is, vagy éppen nincs is a felsoroltak közül, akkor sincsen semmi gond. Csináld nyugodtan. Oké? Őt úgy írtad, hogy kiégtél. A kiégésnek rengeteg oka lehet, de a legtöbb kiégés általában csak intermezzo, tehát egyfajta szünet. Aztán majd utána újra megint ott lesz a vágy, hogy állj, hogy felállj színpadra. Érdekesen mondtad, hogy egy író is szeretné lenni. Mert ugye az írás meg sokkal inkább egy ilyen introvertet, egyfajta ilyen befele figyelő műfaj. Nagyjából
a 30-40-es évek óta, vagy talán még 70-es évekig bezárlagosan már az írókat nem ünneplik úgy, mint mondjuk egy színészt, vagy mint egy zenészt. Mert ugye sokkal könnyebb műfaj, ugye hát meghallgatni egy számot 3 perc alatt, és már boldog vagyok, mert 3 perc alatt hatott rám a szám. De azért 3 perc alatt elolvasni valamit nem nagyon lehet. Sokkal könnyebb felfogni egy képi világot, egy filmet. Egy órában, 2 órában, mint sem elolvasni egy könyvet sokszor napokig, hetekig. Tehát az írás egy befelé figyelő műfaj, az író számára is egy elvonulást igényel, fajta klauzulát hoz maga köré, egyfajta zárt csend gömböt, ahol dolgozol. Még akkor is, hogyha én is írtam úgy, hogy beültem kávézóba írni, mert jól esett a zsizsgés, az emberek mozgásától kaptam ihletet, sokszor egy-egy pillanatot kiragadtam, és az adott valamit a könyvhöz. De akkor is egyfajta belső munka volt, befelé figyelés. Még a színpad, a zene, a színház, az meg ugye egy kiflefordulás, egyfajta egy extrovertált játék. Valószínűleg tartom így, ahogy leírtad, meg így látom a fotódat, hogy valóban jól látod, meg jól illet, hogy igenis neked erről van szó, hogy ami vagy, illetve ami még talán fontosabb, ami nem vagy, de amikor játszol, azzá tudsz válni, az igenis nyithat kapukat az embereknek. Legtöbb művész ez félreért, és úgy gondolja, hogy ugye lápulát, ugye a művészet a művészetért, meg úgy gondolja, hogy az a lényeg, hogy amit én művészként tudok adni, de ez alapvetően egoista csacskaság, finoman fogalmazva. Valójában a művészetnek az lenne az értelme, nem az, hogy az emberek torkán letold azt, hogy te hogyan látod a világot, hanem az, hogy rajtad keresztül az emberek megérthessenek, megélhessenek, felfoghassanak olyan dolgokat, amelyeket amúgy nem lennének képesek. Mert te, mint művész, lágyabb egóval, korlátlanabb tudattal olyan dolgokat is érthetővé tudsz tenni mondjuk a számunkra, amelyeket mi magunk nem tudunk érthetővé tenni. Ezért egy festménnyel, egy zenével, egy színdarabbal, egy írással ezt megteszed. Csak ezt a mai világban ugye, ahol csak a siker számít, mert csak az számít, hogy én, és még mindig én. Ma ugye a legtöbb művészetben elvész, és figyeled, a hírói vénelmat, legtöbb művészetben elvész. Azért ez nem gyenge rím. Virág-világ rímpár megalkottam. Tehát lényeg a lényeg, hogy szerintem benned van egy ilyen kapu, egy ajtó, egy ilyen lehetőség, hogy ki tud nyitni az emberek számára. Írtad, hogy nem keltesz akkora hullámokat az írásaiddal, mint amikor szeretnél. Hát igen, az írás már egy olyan forma, ami nem kelt akkora hullámokat, ritkán egész pontosan, mint amikor kelthetne. De ez amúgy egy inkább igazabb másra is. Ha megfigyeled a művészet, mint olyan, fogalmazunk így, egyszerűsödik. Nézd meg a zenében, a táncban, valahogy úgy egyszerűsödnek, illetve ott van a másik oldal, ami ezt fölfogja, és épp ezért meg abszolút elszakad a világtól, és ott meg túlságosan bonyolultá, extravagánssá válik, felfoghatatlanná válik. Ugye egy festményen van 3 piros, meg 2 zöld vonal, és akkor... Vagy van a kortárs tánc, amikor mindenből elrugaszkodnak, és kortárs zene, és nagyon csörömpölnek. Nagyon próbálnak, ugye... elit intellektuellek lenni. Tehát, hogy ez meg a másik oldal. De én mindegyikben látok fantáziát. Tehát abban is, annak is van értelme tényleg, hogyha a művészet egyszerű, és tényleg hát egy 2-4-2-4 ütemmel is lehet jó dolgokat átadni az embereknek, meg abból is, ha van nagyon elva a szála, és tényleg nagyon bonyolult, és nagyon, csak nagyon kevesen értik, mert az is nyithat. Mert mondom, ez a lényeg, nem az a tartalom a lényeg, amit mi adunk a szavainkkal, a képeinkkel, a verseinkkel, a játékunkkal, hanem az a tartalom, amit az egyén fölfog önmagába és a mindenségből. A jó művész az csak egy kilincs. Még nem is csak egy kulcs, inkább csak kilincs, oké. Mert a kulcsa babrálni kell az ajtót duplára, és rázárhatja magára az óvatlan halandó, nem hogy kinyitja, érted? De a kilincset, az csak lenyom, az mindig jó. Oké. Szerintem ez benned van, ne add föl. Egyszerűen csak arra figyelj, hogy ne akarj hatni a tömegre. Hagyd, hogy ott legyél, hogy kiállj, hogy a hangodat sokan hallják. Persze, talán a mai világban, hát én is interneten beszélek, érted? Nem csak ahhoz a 300-400 emberhez, aki meg tud hallgatni egy teremben, hanem x millióhoz.
Tehát nyugodtan persze állj ki és legyen a hangjodnak hangja, de ne azzal foglalkozz, hogy mennyire messzire hallatszik a hangod. Még azzal sem nagyon, hogy milyen hatást kelt. Bízd rá az emberekre azt, hogy mit kaphatnak, pontosan mit vehetnek el tőled, mit élhetnek meg a te művészeted által. Oké? Okay. És igen, szerintem is ott van ez benned, úgyhogy nyugodtan, sőt, nehogy nem nyugodtan, igen, és csináld csak. És hagyd, hogy a formák változzanak, hagyd, hogy most akkor legyen írás, holnap megint ének, aztán megint zene. Én amúgy a zenét nagyon nagyra tartom, tehát a tanítás szempontjából szerintem nagyon sok olyan dolog van, amit én is úgy tudok átadni, hogy a hangomnak a rezgésével, vagy a frekvenciákkal, dallamával, mint sem az értelmével. És igenis úgy vettem észre, hogy rengeteg dolog van, amit sokkal könnyebb átadni egy szággitárral, vagy bármilyen hangszereléssel, mint sem érthető szavakkal. És persze ez fordítva is igaz, bizonyos dolgokat, mert szavakkal kell elmagyarázni, mert egyszerűen nem fogható fel máshogy. De mindenképp én a zenét nagyon, nagyon nagy dolognak tartom, hogy létezik. És hogy tényleg olyan dolgokat nyithat ki az emberekben, olyan távlatokat adhat, amiket az értelmes szavak nem. Kedves Krisztán, kérdésem az, hogyan lehet parancs nélkül élni? Ugyanis rájöttem, hogy bizonyos minták fogja vagyok, és szüksége van arra a fajta bizonyosságra, amit a parancs való cselekvés nyújt. Abban van egyfajta fókusz. Tudom, hogy jót teszek, nincs bizonytalan masszatolás. Hogyan lehet az önállóságot fejleszteni? Feltételezem, úgy elindulok a sötétben, és bizonytalan masszatolás van, azt lesz, ami lesz. Esetleg még élvezem, amit csinálok. A szimplázás nem visz sehová, mint a panaszkodás, önsajnálat sem. Ezen kívül tudsz esetleg valamit javasolni? Figyelj ide! Voltak itt tökéletesen elmondtam mindent, amit elmondhattam volna. Nagyon meglátásaid vannak. Igen, ez egy lehetőség. A. Megindulsz előre. B. Az élet megindít előre. Ugyanis összességében nézve semmi baj nincs azzal a mindenségnek, hogy te mondjuk parancsra cselekszel, hisz az emberek 99%-ára ez igaz. Mert hát így lettünk fölnevelve. És a lázadás jól mondta, nem visz előbbre, de hát a lázadók is parancsra cselekszenek a saját elfogyott egójuk parancsára. Olyan gyakran végignéztem ezt a történelem folyamán, és sosem tudtam megértetni a lázadókkal, a kődobálókkal, tüntetőkkel, hogy szabadság, meg szabadság, meg szabadság, hogy voltak épp ők a rács másik oldalán állnak, egy másfajta börtönben. Az ember ilyen nem fogja fel. Lényeg a lényeg, hogy valóban arról van szó, hogy összességben semmiből nincs azzal, mindaddig, amíg az egyén, azaz te számodra nem válik terhes, és nem akarsz nem változtatni. Abban a pillanatban már a mindenség számára is ez fontossá válik, hogy így fogalmazzák, hogy változtass, hogy változz. És ha mégsem vagy hajlandó változtatni, akkor a mindenségében rá segít, ezt hívjuk ugye életnek. És jönnek a gondok, a szituációk, a helyzetek. Persze. Persze. Ugye? C, ha már itt most nem számolunk, hanem betűzünk. Én azért szeretem a tudatosságot, mint olyat, mert az nem egy csodaszer, nem egy univerzális, mindenre jó. De az ember életben nagyon sok mindenre jó. Tehát pontosabban az ember életben mindig képes a változást változtatássá transformálni. Magyarán nem csak arra lesz szó, hogy az élet lögdös és úgy változol, az is lesz, hanem lesz olyan is, hogy igenis az élet, mint elkezdeni lögdösni, te ezt fölfogod, és az életnek a nagy lökéseit, meg a nagy fenékberúgásait megszelídítve, megsimogatva arra felé haladsz, amerre akarsz. Ezt meg lehet tenni. Tudatosságot javaslom neked is. De az is megy, hiszen a levelet megfogalmaztad, megírtad, látszik, hogy abszolút jól csinálod. D. Egyszerűen csak haladj az utadon, oké? Okay? Legtöbb ember megszokta azt, hogy éhes vagyok, megyek az utcán, és egy percen belül jól lakhatok, ugye? Mert van kebab, meg gyrosz, meg hamburger, meg étterem, meg kávézó, meg pékség, és kész. Így vagyunk mindennel. Majd megkívánunk, azonnal megkapjuk. Ezért úgy hisszük, hogy az életben minden így történik, de hát nem. És a legjobb példa a változás. Emberek, amikor rájövünk arra, hogy most ez a bajunk, arra is rájövünk, hogy hopp, ez a megoldás, akkor nincs arról szó, hogy akkor A plusz B egyenlő C azonnal, oké? Okay. Hanem arról van szó, hogy az idő. Itt a Földön idő. A megélés, a valódi változás az idő.
Aztán a változásnak a bekövetkezése az időn túl zajlik különben. De az oda való úgymond eljutás, annak a felfogása az idő. Magyarán tök jól csinálod, szépen haladjál tovább. Magad módján figyelj, tudatosodj, így ott csinálod, és kész. És egyszer csak az lesz, mondja, azt veszed észre, hogy sötétből kijöttél a fényre, és már nem a parancsokat követed úgymond, hanem a saját magad megélését tudod élni. Oké? Okay? Kedves Krisztián, köszönöm szépen az eddigi segítségedet. Most kicsit misztikusabb témával keresnélek meg. A csillagnemzetségekkel, a különböző fajokkal kapcsolatban lenne kérdése. Nem igazán tudom elfogadni, amikor azt mondják, ha látok, hogy például a Siriusról vagy az Arturiaktól helyekről valaki. Tisztába tenni számunkra, hogy tényleg létezik-e például sárkány, tünde, kobold, és ezen kívül nagyon sok olyan földön kívüli részünk, ami pozitív és negatív erőket is tartalmaz egyben. Mitől függ, hogy mikor melyik részű nyilvánul meg az adott síkon? Mi az, ami ezt egyensúlyban tartja? Ó, te jó Isten, figyelj ide! Következőt kell megérteni. Ugye hát ez a kétféle ilyen spirituális, látó, halló, szagló ember van. Ez egyik, aki nem hiszi, amit mond, a másik meg, aki elhiszi, amit mond. Egyformán jó, hogy van mindkettő, meg egyformán baj is, hogy van mindkettő. Ugye az egyike simán csak szélhámos, és ez tök jó. Sokkal jobb amúgy egy szélhámos, mert legalább az csak elveszi a pénzed. A baj azokkal, akik azt hiszik, hogy tényleg látja, nem tudom, milyen Arturi vagy Siriusi lelket, a nem tudom, milyen kvadrátnak, a nem tudom, milyen dimenziós sarkában. Tehát a bolondokat többet ártanak, de ők is valahol fontosak, az is tök jó, hogy ők is vannak. Miért mondom ezt? Hát mert azért, mert ez van. És akkor a feltételezés ugye jön, ugye megkapom a különböző kérdéseket, hogy miért mondom ezt, hiszen pontosan tudják az emberek, mert most sokszor látták, hogy én is tudok így látni meg egyáltalán. Azért, mert pont ez benne a lényeg. Ha megfigyeled, nagyon ritkán, szinte sosem hallasz tőlem olyat, hogy amit így látok, ezt vagy azt vagy amazt. Nem, ezt is megmondom miért. Mert egyrészt tudom, hogy tévedhetek, kettő pedig azt is látom, hogy nincs semmi értelme. Hogy ez inkább csak árt, mint használ egy embernek, hogyha még igaz is, hogy nem tudom, én a lelkem ilyen dimenzióból honnan jött ide, meg akkor is csak árt neki. De az többségében persze semmi köz nincs a valósághoz. Oké? És azt vettem észre, hogy akik valóban, mert az ragad egy-egy, aki nem, se nem csaló, se nem bolond, valóban van egy-egy, aki tényleg képes így látni, ők is ilyenek. Úgy vettem észre, hogy nem mondják soha semmit, amit láttak. Tehát az, amikor elmész valaki, és akkor fél óra alatt meglát mindent, 30 ezer forintért, vagy nem tudom mennyiért, és el is mond mindent, és akkor, jaj, hát az, hogy fogalmazzak? Még akkor is, hogyha igaza van, oké, ezt engedjük el, jobban jártok, ha elengeditek, de újra hangsúlyozom, az is jó, hogy ők is vannak, ha neked az úgy nyugalmat, boldogságot okoz, akkor menj el, és fizess meg a látót, hogy kukkoljon. De mondom, nagy eséllyel olyanokat foghatsz ki, akik vagy csalók, vagy bolondok. Rendben van. Ugyanis az egész nem így működik, tehát én is hallottam meg két ilyen dolgot, hogy valakinek Siriusi lelke van. Jaj, dehogy, senkinek nincsen semmilyen lelke, még a Siriusoknak sincsen Siriusi lelke. Érted? Ezek nem így működnek. A lélek nem egy cipő, amit fel lehet húzogatni minden bolygón. Úristen. Oké, tehát, és látom, hogy te sem fogadod lesz, hála a jó Istennek. De hát persze ez is valahogy szükséges tanítás, fontos, hogy valakik ebben higgyenek, nem tud másban. Aztán majd fontos, hogy ez hitét elengedje, és akkor tudjon már másban hinni, vagy akár meg is tudja élni a valóságot, az a legjobb. Talán. Valahogy úgy képzeld le a dolgot, hogy olyan vagy, mint egy nagy nap. Oké, okay, ami itt szórja a sugarát szerte szét 360 fokban. Ez vagy te. Hogy a te teremtő erőd, te aki vagy, hogy abból mi jön létre, az már viszont nem rajtad múlik, hanem az adott dimenzió törvényein, hisz ugye a naphoz közel lévő bolygókon nincsen élet, nincs semmi,
A naptól megfelelően lévő bolygón van valamilyen típusú élet, amilyen szintén a napnak úgymond nincs köze. Hát egyértelmű, hogy van, mert napfénynek köszönhetően van élet, de valójában a napfény nem dönti el, hogy a fának milyen level legyen, vagy hogy az folyó hol folyjon, valahol meg ugye mégis. És hát egyértelmű, hogy vannak a teremtő erőn túllévő dolgok, ahol ugye megint nincs élet, hisz a naptól túl távol van. Tehát a teremtésben te is a lélek, a tudat fogalmazni, hogy pontosan ilyen. Mindegy, hogy milyen dimenzión, adott dimenziókon folyik egyfajta létezés, és a dimenzió törvényszerűségei azok, amelyek a létezés által, a létező által képviselt figyelemenergiát, hogy így fogalmazzak, adott formába öntik. Megvalósítja úgymond saját magát, de a saját maga megvalósulásához nem csak az van, az kell, hogy kitlálja, hogy én mondjuk gazdag kereskedő legyek, vagy szegény emberként éljek meg, mert ez nem így van, hanem az önmegvalósulásának a formáját, az egészét, a rezgését, azt ugye az adott dimenziós törvények adják bizonyos tudatossági állapotig, nem lehet áthágni a dimenziós törvényeket. Hiába szeretnéd, nem tudsz repülni, sorolhatnám, meg nem is repülő nélkül nem, illetve egyáltalán. De bizonyos tudatosság után ezek már változtathatóbbak szabadabban. De a létezésben ez egy simán törvényszerűségen keresztül működik, tök jó amúgy a rendszer. Nem nevezném morális alapon igazságosnak, valóságos. Oké, és mivel napfény vagy, ezért a létezés összes formájában benne vagy, oké? Magyarán nem csak van egy formád az emberi, vagy van egy, nem tudom én, kobold, vagy sárkány, vagy macska, vagy akármilyen formád, hanem az összes formában ott vagy. A kérdés csak az, hogy te melyik korában vagy képes felismerni magadat. Egy normális ember egy formában sem tudja magát felismerni, még az emberi formájában sem. Legtöbb ember csak megéli az embert, nem pedig felfedezi. Csak éli, mint egy gép, egy biorobot a fizikai testét, és ennyi az élete. Eszik, iszik, meg a többi ikes végűt csinálja, és ennyi. De aztán valaki tudatosodik, bölcsülget, figyelget, meditálgat, stb. Tudomány útját járja, ezáltal figyel, mindegy, nem kell feltétlenül spiritás úton járni ahhoz, hogy valaki figyelmet éljen meg, jelenlétet éljen meg, jelenné váljon egész pontosan. És akkor aplánként ráér ez az ember az életére, ráér arra, hogy vagyok, nem az vagyok, csak az, aki él, hanem az, aki ugye figyel a szemeim mögött, hogy így fogalmazzak, és akkor így tovább, tovább és tovább. És egyszer csak rá fogsz jönni arra is, hogy tényleg mindig is az univerzumban, nem csak a emberbe, testekbe voltál benne, hanem a növények, meg az állatokban is. Most mondom a példát. Oké? Okay. Jelenleg senki nem dönti el azt, hogy te éppen milyen formában azonosulsz önmagaddal, hiszen ez a mostani formád, aki a levelet írja, az, aki most azonosulni képes, az nevezzük úgy, hogy ez egy idézőjelben egy vadi új forma. Annak függvényében fog haladni a mindenségben, a végtelen útján, hogy a figyelmed hogyan lesz képes tágulni, növekedni, fejlődni. Ez sokszor amúgy az elengedéssel jár, nem pedig a tudás megszerzésével. Tehát inkább kevesebbnek kell lenni sokszor, mint többnek, aztán megint többé válni, és így tovább, és így tovább. Oké. Nagyon sokan hisznek én égi hatalmasságokban, az idő uraiban, meg az univerzum uraiban, hogy azok egyensúlyba tartják a Földet, meg ilyesmi. Áj, de hogy ez magától működik. Vannak olyan tudatok, akár a Földön is megtestesülhet ilyen, de nem szokott, aki des nélkül létezik, X dimenzióval arrébb, jobbra-balra, és valóban a tudatossága okán valóban átéli mondjuk a naprendszernek a mozgását, forgását, a bolygóknak a keringését, stb. Hát persze, ez így van, de ez nem azt jelenti, hogy ő irányítja, vagy hogy ő működteti, hanem képes megélni. Bizonyos tudatosság állapotában, jó korlátlan állapotban már valóban az anyagteremtés folyamatát is megélheti egy tudat, de sem azt jelenti, hogy akkor az itt élő, szabad akarattal rendelkező papíron egyének életében beleszól úgy, mint egy görög isten, vagy mint egy római isten, érted, hogy villámot szór, vagy betegséget terjeszt, vagy valami ilyesmi. Vagy éppen, ugye ez szövi a sorsfonalát, ugye a három párka, és akkor amikor olyan van, akkor elvágja. Tehát, hogy ezek nem így működnek, hanem összességében a létezés minden frekvenciáján együtt történnek az események,
és a tudatosság az, amivel valaki az eseményeket időrendi, térbeli sorrendbe tudja rendezni saját maga mások számára, de csak akkor, hogyha ebben mindenki beleegyezik. Rendben van. Szia, Krisztián, miért van az, hogy amit szenvedélyesen szeretett csinálni, és elég jól is megy, abból nem tudok megélni? Kénytelen vagyok olyan munkákat elvállalni, amit rühellek, de kínlódva testileg egészségem árán kell végeznem. Nekem létlemem, hogy lélekből működjek, de ez hogy ültessem át a gyakorlatias életbe? 45 éves vagyok, és nem akarom én leélni az életem. Van-e valami tipped, jó tanácsod? Ó, hogy ne. Ez így összességében egy játszma, egy egoista játszma, amit te is megélsz, és mindenki más, én is, mindenki más megéli. Ugyanis a következőt kell megérteni. Azt hiszem, szerintem szeretett csinálni, és elég jól is, mert abból nem tudok megélni. Római egyes. Ez megesik. Azért, mert pont, hogy a teremtő erődet belelőd abban, amit csinálsz. Ma már, sőt régen is, de ma már nagyon. Nem azt számít, hogy valamit jól csinálsz vagy rosszul, az csak egy része. Sokkal inkább ugye a marketing az eladás képessége számít. Teljesen egyértelmű, hogy ha valaki egyedi dolgot csinál, amit szenvedélyesen szeret, rajzol, ír, fest, tanít, sorolhatnám bármit, zenél, akármit csinál, ahhoz az valahogy el kell tudnia adni ma már. Az nem elég, hogy csak jól csinálja. Általában ehhez az adott egyének nem is értenek, vagy ha ért is hozzá, olyan ára van ennek, amit szintén nem akar meghozni, mert hát egy zenész, aki zenélni szeret, nem akar trükközni az adóval, meg nem akar veszekedni mindig másokkal, meg össze-vissza hazdozni nagy embereknek, hogy szépen apránként felkapják, és stb. Oké, és tehát ezt el kell fogadni. Ritka az, akinek az a szerencséje van, hogy jól megél abból, amit tényleg szeret csinálni. Már csak azért is, mert amit is szeret csinálni, Római 2, ha napi szinten kell állandóan, időre, határidőre tudod, legjobb múzsa a határidő, elébb vagy utóbb már nem fogod szeretni csinálni, mert már átveszi ott is a helyét a kényszer. Oké, és nagyon sokan hiszik azt, akinek éppen kevés vagy éppen nincs pénze, hogy ha lesz pénzem, akkor lesz szabadságom, időm és minden, ez nem igaz. A pénzzel pont úgy sok baj van, mint amikor nincs. De hogy a fenében nem? Tehát azért, mert szeretsz egy munkát csinálni, és abból pénzed lesz, az nem azt jelenti majd, hogy elég lesz a szeretett munkádat csinálni. Oké? Nem így működik a rendszer. Az a kapitalista gazdasági modell. Rendben, Római 3. Miért is mondtam az egyen azt, hogy ez egy egoista játszma? Ha belegondolsz, gondold végig a dolgot logikusan. Ugye írtad, hogy hol is van? Nekem létlemem, hogy lélekből működjek. De hogy ültessem át ezt a gyakorlatilag életbe? Nagyon egyszerű. Nem a forma lényeges a lélek számára. Jaj, dehogy! Amikor valamit szeres csinálni, ha valóban szereted csinálni, akkor igazából nem az adja a boldogságot, hogy amit csinálsz, hanem az, hogy szereted. Hogy a szeretetben megéled azt, aki vagy. Nem az, ha tényleg zenélgetni szeretsz, nem az adja a boldogságot, hogy jönnek ki a hangok az üveid közül, hanem az a pillanat, amit meg tudsz élni. Ez a szeretetteljes pillanat, hogy te vagy ott, abban a pillanatban. A formára csak ráfogjuk. Nézd meg, hát mindenki, aki most a munkahelyén robotol, arra formára vágyik, hogy boldog lehessen, mehessen nyaralni a tengerpartra. Aztán, amikor ott van, akkor meg ugye nagyon sok embert látva a tengerparton szenvedni, és mikor jöttek már haza. Tehát a formák csak másodlagosak. Az a lényeg, amit mondasz, hogy lélekből csináld idézőjelbe, hogy megéld közben azt, aki vagy. Ha ez megy, akkor viszont teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Hát hogyne. Teljesen egyértelmű, hogyha fizikai, lelki fájdalmat okoz, amit teszel, akkor nem mindegy. De hogyha tényleg zenélgetni akarsz, vagy festegetni akarsz, vagy tanítani akarsz, és helyette a multinál dolgozol 5-szer annyi pénzért, vagy 10-szer annyi pénzért, és embereket kell kirúgnod, meg stb. Hogyha úgy csinál meg, ahogy csinálod, hogy ott legyél benne, akkor ugyanolyan fajta örömöt fogsz megélni, a jelenlét átlévaló örömöt, mint hogyha éppen zenélgetnél, vagy festegetnél. Oké, tudom, ez így furcsán hangzik, és az emberek többségének, nem fog hazudni, megcsinálhatatlan, kivitelezhetetlen állandóan. Láttam olyat, aki ezt megpróbálta megcsinálni, és igen, olykor sikerült is neki, de összességében nem, és küzdött a munkahelyén. Római 4. Megteheted azt, hogy küzdesz a munkahelyeden, de közben figyelsz. Figyeled azt, hogy és tanulsz. Hogy azok, akik az átlad szenvedélyesen szeretnivaló dologból megélnek, azok hogy csinálják ezt?
tételezzük föl, zenélgetni akarsz, mondjuk a példánál, hogy hogy tud megélni manapság egy kezdő zenész, hogy lesz belőle ismert, hogy jut el odáig, hogy megélhessen, hogy nagy neve legyen, stb. Figyelj, tanul, nézd meg, és akkor indulj meg apránként. Kétféle megindulási lehetőség van, az egyik, hogy maradsz a munkahelyeden, mert jó a pénz, de azért közben elindulsz. Másik az, hogy fogod magad, és akkor fejest ugrasz az ismeretlenbe, fölmondasz, és akkor napi 21 órában csinálod a dolgot, de nem csak zenélsz, hanem azt, ahogy megtanultad korábban, hogy hogyan kell profitra váltani azt, amit szeretsz csinálni, hogy akkor azt, és akkor megindulsz úgy. Oké? Okay. Az esetőségében azt vettem észre, hogy, hogy az emberek vagy elfolytják így a álmaikat, amit akarnak csinálni, többségében elfolytják, és szépen beszürkülnek az életükbe, vagy pedig azt mondják, hogy nem csak az, és azt akarom csinálni, mert úgy vagyok szabad, és voltaképp a saját álmai rabszolgája lesz. És egyáltalán nem lesz szabad, csak azt hiszi, hogy azért, mert nem kell bemenni dolgozni, mert megél a sátorban abból, hogy néha játszik ott az utcán, akkor ő szabad. De valójában nem. A szabadság az egy belső folyamat, teljesen mindegy, hogy hogy éled meg magadat. Nem attól vagy szabad, hogy, hogy azt csináld, amit akarsz. De hát valójában az ember sem teheti azt, amit akar. Itt az életben csak olykor-olykor egy-egy momentum erejéig. Hisz már az akaratunk sem a mi. Na mindegy. Tehát lényeg a lényeg, hogy így. Oké? Okay? És én ezt javaslom, mert annak nincs értelme, hogy elfogad az álmaidat, de annak se, hogy hagyod, hogy az álmaid felőrüljenek. Ha pedig megnézed azt, hogy mások hogyan lettek ebben a dologban sikeresek és akár gazdagok is, amit te is szenvedélyesen szeretsz csinálni, akkor, és rájössz, hogy neked ez nem megy, akkor keresd valakit, akinek viszont megy. Aki azt mondja, hogy jó, figyelj ide, akkor ez a lehetőség, akkor 50-50, te csinálod, én meg eladlak. Most persze sarkosan fogalmazom, de lényege ez. Oké, ezt is meg lehet csinálni. A hármas számú, római hármas, amit megcsinálhatsz, hogy fogod magad, és elkezdesz spirituális, lelki, szellemi szinten növekedni, változni, fejlődni. Figyelsz, figyelsz, és csak figyelsz. Hagyod, hogy minden eltűnjön, szépen feloldódjon a végtelenben. Meditálsz, gyakorolsz, bármit. Tegyél. Éld meg azt, aki valójában jelen pillanatban nevezhető valóságban, valójában vagy. És ha sikerül, akkor feloldódik a végtelenben minden olyan vágyad, ami most befolyásolná az életedet, többek közt ez is, hogy miért szenvedek abban a helyzetben, mikor nem azt csinálom, amit éppen nem akarok csinálni, és hogy miért nem tudom azt csinálni, amit meg szenvedélyesen tudok csinálni. Oké? Okay? Ez nagyjából a megvilágosodás idézőjelben környékén, ez úgy beszokott következni. Oké? Okay? Ez is egy lehetőség. Gyakran hallom, mondják, hogy, hogy sokszor úgy válaszolok, hogy nem tükrözöm a spirituális igazságokat, és stb. Persze, mert a lehető spirituális igazság akkor igazság, ha valakinek az igazság, ha valaki ott tart, ha valakinek a szeme annyira ki van nyitva, hogy ez a fény az pont jó neki. De valakinek a szeme meg annyira csukva, a legtöbb ember meg nem ott tart. Igen, és a fény csak elvakul neki. Apránként, emberként kell haladnia. Az univerzum végtelen, az nincs elhatárolódva spirituális, meg nem spirituálisra. El lehet határolódni, persze, így van, de alapvetően nincsen. Mi elhatárolódhatunk? Lehetsz abszolút kocka ember, és lehetsz abszolút szétcsattant, szétcsúszott spiris szentség. De összességében, a végtelenben minden egyben van. Az anyagi spirituális. Az anyagi élet is spirituális. Magyarán azért mondtam neked is, nem csak most, másodnak is mindig többféle választ, hogy igenis, az is teljesen jó, hogyha az anyagi világban tudsz megélni egy ilyen eseményt, meg az is, hogyha nem. És más dimenzióban máshogyan oldod fel a dolgokat. Oké? Okay? Csak kezd el. Kedves kész, a parlagfalergia például légszennyeződés és méreganyagok miatt van, vagy pszichés lelki dolgok miatt is kialakulhat. Milyen megoldás, mi segíthet? Az allergiának kétféle igen, persze, formája van. Van a fizikai, abszolút anyagi oka van, nem úgy működik valamilyen kis tüdődben, itt-ottam ott. Illetve van lelki-szellemi oka, ami akár fizikai ok is már lehet, tehát előbb-utóbb a tünetek abszolút kézzelfoghatóan válhatnak, de is majd abszolút nincsen semmi fizikai deformáció, mégis az allergia megjelenik, mikor ott van. Az a lelki-szellemi állapot, ami ez az allergiát okozhatja. Nem csak a parlagfélre, mindenre másra. Oké? Okay. Én úgy vettem észre, hogy, hogy foglalkoztam a kérdéssel relatív sokat, hogy ez egy olyan
törvényszerűség, a betegség, ez a típusú betegség, és mint minden más. Valaki végigfut, valaki el tudja engedni tudatosan, valakinek megváltozik az élete, és megszűnik, valakinek szüksége van gyógyszerre, orvosa, stb. Mindenki játszogasson, figyelges a saját magát, nézze meg, hogy lelki-szellemi okok vannak, állnak-e a háttérben. Azt vettem észre, hogy betegségek vagy lefolynak úgy, hogy lefolynak, és mondjuk meghalsz, vagy életed végéig veled marad. Vagy az is megtörténhet, hogy valamiért megváltozol, teljesen nem is akarsz gyógyulni, egyszerűen más megváltozol, és adott betegségek szép lassacskán elmúlnak a testből. De olyat is láttam, hogy az a változás bekövetkezett, akár tudatosan is, ami arra kellett volna, hogy a betegség elmúljon, de nem múlt el, mert a testnek is van egyfajta speciális memóriája, és egyszerűen megszoktad, hogy ilyen vagy. Tehát már nem kellett volna betegnek lenni, de a tudatod, az elméd, a tested simán fenntartotta a folyamatot. Mint amikor az agy korrigálja a látást, tudod, az agy akár több dioptriát is képes korrigálni a látáson. Úgyhogy ez képes más területen is korrekcióra, akár így is. Mi lenne a segítség, a megoldás? Hát figyelj ide, rengeteg területen lehet kezdeni bányászkodni, tényleg a múlttól kezdve férfiasság, nőiesség megélésen át, elfogadás, képességeim, mennyire tudok megnyilvánulni a világban, mennyire tudom kezelni a konfliktust, és sorolhatnám. Rengeteg lelki-szellemi ok lehet. Szerintem feltérképezhetetlen, rengeteg. Ha a tudatosságod elég erőteljes, tudom, mert egy barátomat már gyerekkorában én kvázi kikúráltam ebből az allergiából, amit nem én csináltam, hanem ő, annélkül, hogy igazából csinálta volna. Tehát simán csak figyelt, gyakorolt, és egyre tudatosabb lett. És hát csak az allergiája megszűntek, pedig olyan allergiás volt, nem vitték el katonának. Tele volt ilyen mindenféle ötcsillagos, nem tábornok, hanem ilyen allergiákkal. Tényleg emlékszem, hogy nem tudott kimenni az utcára, voltak olyan hetek, hónapok, hogy mindenhonnan minden folyt a fejéből, hát persze. És aztán nála is úgy volt, hogy egész szépen meggyógyult, és akkor néhány év után azért egyszer-egyszer megint előjött, és akkor megint gyakorolgatott a maga módján, és akkor szépen apránként úgy eltűnt. Ma tudtommal abszolút tünetmentes. Tehát van erre lehetőség. Azért nem szoktam ezzel így foglalkozni, nem tartok ebből kurzus a tanfolyamat, mert nem tudom biztosan garantálni, hogy valóban működőképes-e mindenkinél. Mert valószínű, hogy nem. Sőt, szinte biztos, hogy nem. Ugyanis valaki igenis lehet tudatos, lehet nagyon bölcs, és elképzelhető, hogy attól még olykor-olykor valami allergiás lesz. Rendben van. Ha neked van, akkor olvas össze sok mindent, aztán nagyjából vonj bele köbgyököt. Figyelj, láss, beszélj emberekkel, akik kigyógyultak az allergiából, a parlagfallergiából, keress ilyet, hogy csinálta, gyógyszerrel, nem gyógyszerrel, stb. Nézd meg az embereket, hogy változtak, mit változtak kívül, belül. És akkor könnyen lehet, hogy neked is sikered lesz, és feloldhatod ezt a dolgot, ha magadon is elvégzed a figyelést, a gyakorlást, rájönni a problémák okára, gyökerére, akár fizikailag változtatni az életeden, könnyen lehetséges, hogy azért vagy érzékenyebb, mondjuk a parlagfőre, mert olyan dolgot eszel iszol, ami más területen meggyengít, és megsorolhatnám, tehát végtelen mennyiség oka lehet. Hallgass meg a szakikat, akik megmondják maguk is szakterületéről a bölcsességet, hallgass meg tényleg a vajákos embereket, szíves embert, mindenkit. Oké, és aztán változtass. Rendben. Menni fog. Én bízom benned. Kedves Krisztián, a nappal is könyvedben leírtakat még mindig fenntartod, vagy lehet, mert kicsit másképp válaszolnál az ottani kérdésekre? Javasoltad, hogy havonta egyszer-kétszer megéri átfutni az istenes részt például. És havonta egyszer érdemes kezünkbe venni a könyvet. Milyen hatással lehet az egyénekre, ha betartjuk ezt? Figyelj ide! Persze, hogy ne, hogy egyértelműen másra mondanám. Hát 3 perccel később ugyanaz a kérdésre képes vagyok másképp válaszolni, mert a végtelen nekem másik szeletét próbálom átadni, mert abban a pillanatban számodra, a kérdező számára az éppen fontosabb, mint a 3 percek korábbi éne számára, mert akkor meg a 3 percek korábbi válasz volt a fontosabb. Hogy nem? Nem én döntöm el a válaszaimat, én nem szoktam gondolkodni a válaszokon, hagyom, hogy összeállnak a kérdező valóságának megfelelően, hiszen ha én válaszolnék, annak nem sokra mennétek. Az én válaszaim azok nekem valóságosan. Oké.
Úgyhogy persze, de összességében, ha valaki spirituális útra lép, és túl van már tényleg az ilyen vadhajtásokon, hogy izéhez jár, látóhoz jár, meg asztrológiázik, és egyéb dolgot csinál, hanem valóban eljut odáig, hogy már a valóság érdekli, de hangsúlyozom, megéri már egyfajta képzettség a sárga könyv elolvasásához, mert azért az a nappal is könyv azért az egy közepesen erős ilyen téren, tehát a kezdőknek nehéz megbirkózni vele. A nyelvezete nem rossz, mert az egyszerűsíti, de a tartalma azért az úgy nehezebb, tehát kell hozzá egyfajta előképzettség, ami abszolút ideális az, amit most a neten vagy bárhol megtalálhatsz, és néhány könyv elolvasása után, vagy néhány ilyen iskola tanfolyam elégzése után megszerezhető. Akkor, hogy ne, aki ezt elolvassa, annak sokat segít. Nem a tartalma miatt, hanem azáltal, hogy miközben olvasod, magadra figyelsz. Amikor könyveket írok, én a tartalomra figyelek, de jobban figyelek arra, hogy olyan hangsúlyokkal, rezgésekkel dolgozzon, hogy a sorok mögött, nem között, a sorok mögött, vagy akár között is, lévő hatás emelje az embert, korlátlanítsa. Persze. Hogyha abszolút nem jön be a írói stílusom, még akkor is valamilyen szinten, csak persze akkor azért gyengébben, mert hát ugye az ego tagadásával ugye leválsz a rezgésről, de ez nem csak az én képességem, jó pár írót láttam így, aki erre képes volt, akár szép irodalomban is, tehát nem kell feltétlenül spirituálisan gondolkodni. Jó. Hogyha nem az a lényeges, hogy havonta egyszer elolvasd az én könyvemet, az csak tök jó, hanem az, hogy havonta egyszer, úgy legalább havonta egyszer, kicsit úgy merülj el magadban úgy, hogy közben nem az anyagi világra reagálsz folyamatosan, hogy dübörög a zene, hogy szól a tévé, megy az internet, hogy fotózkodsz. Ezek tök jó dolgok tényleg, hogy szelfiket csinálsz, hogy dolgozol, hogy küzdesz a szomszédokkal, boldog vagy a barátokkal, családdal. Ezek mind teljesen jó dolgok. Pesgő, pohár, pesgő, ittekor, kis cigi vagy szivar, akkor utána, mert nyaralni voltunk. Ezek az élet csoda jó. És tényleg, hát az élet maga az Isten. Annál spirituálisabb dolog nincs az életnél. Csak hogy az emberi megélés voltaképp leválaszt az életről, mert az egód csak a saját maga ketrecében tart, tudod szokták mondani, vigyázat, harap a majom. Ben vagyunk a ketrecben, mint a majmok az állatkertben is, és csak kizárólagosan az anyag, mint olyan pörget, de nem az anyag valósága az, amire reagálunk, ami miatt futjuk a köröket, hanem az anyagról alkotott egoista torszképünk. Ezért jó, hogyha olykor-olykor legalább havonta egyszer mondjuk a sárga könyvet elolvasgatod, mert legalább havonta egyszer úgy éled meg azt, aki vagy, hogy nem csak az anyagi egoista torzításon keresztül, hanem tényleg belemész a sorokba, a tartalmakba. És ebben segíthet, hogyha a szöveg mondjuk spirituális, vagy segíthet, hogyha a szöveget úgy írt meg valaki, mint ahogy én is megírtam ezekkel a kis hullámhosszos frekvenciás játékokkal. Oké, de nem az a lényeges, mondom, hogy engem olvasja, hogy csak egy picit havonta, ha már havonta egyszer egy kicsit szakadni, akkor hogy idősödsz, egyre több és több igényed lesz erre, és ugye hát nyugdíjasként jó esetben megteheted, hogy figyelj, hogy belemerülj tényleg abba, hogy nem csak szól a zene, és rázod magad rá, mint érted 20 évesen, hanem 15 évesen, hanem úgy megnézed, hogy mit van a hangok között, ugye a csendben, miközben a hangok folyamatosan szólnak, de valójában mégis van közöttük szünet. Nagyon érdekes, és akkor a valóság elkezd kitágulni, elkezdesz valóban létezni, és akkor már minden könyvet máshogyan fogsz olvasni, később aztán ott is már a könyveket is átlényegített. Szóval a lényeg, hogy egyszerűen csak arról van szó, oké? Vagy azért javasoltam ezt mindenkinek, hogy a legtöbb ember elolvas egy spirituális könyvet, leszűri a tartalmát, megemészti, megrágja, és utána másokkal átbeszélve gondolkodik tovább a kis dolgaim. De a valódi spirituális megélés ez nem hoz. Ez csak ilyen elmetrükkök egoista körökben tartja az illetőt. Oké? Van itt egy kérdés, arról szó, hogy 2030-ra nem lesz fenntartható az élet, WHO, stb. 5 dimenzió, mi egymás? De tök jó kérdés.
kérdez az hölgy, hogy mit csináljon. Erre fogok válaszolni majd külön, jó, hogy önálló felvételben, mert így hosszú lenne, vagy röviden nem akarom megválaszolni, ez egy hosszabb téma. Rendben. Kedves Krisztián, nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor minden szerepet elengedek, és sikerül ebből az emberi játszából kikerülni, karmikus játszából kikerülni, nem kell leszlessek, és úgy döntöm, hogy angyalként szereplek tovább, majd a szerepet is elhagyom, és így tovább, és így tovább, és így tovább, akkor az a folyamat hol ér véget, hiszen a folyamat végtelen a végtelenben? Vagy amikor már nagyon végtelen vagyok. Azt hogy csinálod? Hogy lesz nagyon végtelen? De jó, jó megfogalmazás. Akkor mondjuk elkezdem játszani a szerepeket megint egy másik bolygón, mondjuk ahol nem ember, hanem más lény vagyok. Akkor az a figyelem gyakorlása folyamat mindig a végtelenig fog tartani? Vagy csak élvezzem azt, ami van a jelent? Ha sikerül sok figyelemgyakorlásra eljutnom oda, hogy ne szülessek újra, akkor eldönthetem mondjuk, hogy másik világot tapasztaljak meg? Én nagyon szeretem a skifit. Mert minden létezik, és millió ember már megteremtett olyan dimenzióban, ahol ezek a szabályok léteznek. Hát egyrészt igazad van, másrészt meg kicsit lehet, hogy el kell keserítselek. De újra mondom, amit mondok, az csak a tapasztalatom, nem biztos, hogy úgy van. Következőt kell méri meg megérteni, nem kell csak megéri. Itt most ebben a világban, amit kitalálsz, hogy megvalósítsd, ahhoz ugye idő kell. Rengeteg más különböző erőhatást kell legyőzni, hiszen tegyük fel, nyerni akarsz a lottón, rajta kívül még 1,5 milliárd ember szeretné nyerni a lottón. Vagy gazdag akarsz lenni, elkezdesz dolgozni, kereskedni, mások is ezt csinálják, ők is gazdag akarnak lenni. Létre akarsz hozni egy könyvet akarsz írni, de hát mások is lehet, hogy megírják azt a könyvet, amit te megírnál, mire elkészülsz, már ő kiadta, és már azt hiszik, hogy te csak plagizáltál, és sorolhatnám. Tehát ha megnézed, minden itt a fizikai világban, a teremtés folyamatában, ami zajlik, nem, hogy van a szó, zajolnia kell. Tehát nem csak, hogy hangot kell neki adni, hogy zajongjon, hanem folyamat, egy időtérben lévő folyamat. Na már most, a halál után mi történik, az viszont nem ilyen. A halál után, ami történik, az mind benned zajlik. Valahogy úgy képzeld el ezt a dolgot, mint egy buborékot. Tudod, van ez a szappan buborék, amit így kifújnak a gyerekek, meg most régen fújtak, most nem tudom, szokás-e még. Én kis bubikat fújtunk gyerekkorom, emlékszem, egy kis pácikából. És jöttek a bubik, aztán pok-pok, úgy elpukkantak. Amikor meghalsz, akkor képzeld magad, legyen ilyen szappan bubinak. Igazából a minden, amit megélsz, az benne van a bubiban. Hiába tűnik úgy, hogy jön a fény, és akkor jön a karma, és akkor jönnek az angyalok, akik Isten, és akkor megbeszélitek, megbüntetnek, stb. Tehát hiába történik bármi, hiába csak úgy tűnik, hogy ma lebegsz ott a végtelenben, és jönnek-mennek a mindenféle energetikák, és hullámhosszok, és ilyen hatalmas csakrák pörögnek a végtelen égen, és sorolhatnám, tehát bármilyen túlvilágkép, ami ott meg fog történni, ami úgy tűnik majd, hogy pont úgy nem vagy rá hatással, mint ahogy most úgy tűnik, az életedben sem nagyon vagy hatással, úgymond a dolgokra. Na, ennek ellenére minden a bubinban fog zajlani belül, csak nem tudsz róla, de ott zajlik benned. Amikor valaki tudatossá válik, akkor két dolog történhet. Az egyik, hogy elkezd tudni irányítani a bubiában lévő dolgokat, a másik meg az, hogy a bubi elpukkan, és korlátlanabb, nagyobb bubiban, vagy kisebben mindegy, de általában nagyobb bubiban fogalmazunk így, egy másfajta bubiban fogsz összeállni újra. Oké? Ez nem azt jelenti, hogy te újra születsz, nem. Hiszen már amikor megszülettél most, már az 5 éves korú éned is teljesen más volt, mint 10 éves korú, aztán 40 éves korú, most, aki most van, éned, az tök más, mint a korábbiak. Pedig a test ugyanaz. Amikor még a test sem lesz idézőjelben ugyanaz, akkor meg hát pláne semmi között hozzá, összességében meg mégis. Magyarán azt kell megérteni, hogy a halál után a tudatosságot fokán múlik, hogy mit élsz meg, és kvázi bármit megélhetsz, mert a tudatosságod a saját magad bubiában teremti a mindenséget. Végtelen dimenziókat élhetsz meg, voltaképp saját magadban egy pici szappan buborékban. És ez nem kell tudás, bölcsesség, semmi. Tudatos álmodást, hogy szoktam tanítani a tudatos álmodást, testkilépés. És lehet, hogy ember azt hiszi, hogy a testkilépés fontosabb a tudatos álmodásnál, mert az ugye valódi élmény, még a tudatos álmodás
csak ugye arra jó, hogy álmodban megteremtsd a álomformákat, tehát ne az legyen, hogy álmodban menekülsz, rohansz és reggel fölkelsz, hanem álmodban ébredj föl, tudd, hogy álmodsz, és azt csinál magad, amit akarsz. Valójában a tudatos álmodás nagyon fontos, ugyanis a halál sokkal inkább hasonlít az álomhoz, mint sem mondjuk egy testkilépéskor megélhető élményhez. Mert a halál a testkilépéssel indul, ez így van. De aztán, ahogy ugye időben, térben megélt események, érzelmi, gondolati élmények, amit sokan karmának neveznek, hogy elkezdnek feloldódni, olyanná válik a halálod testkilépése, mint egy álom. Elkezd dübörögni a múltad, jön a szégyenérzés, a fájdalom, a szenvedés, vagy épp az öröm, a vágyak, és ezek úgy szétsodornak, szétszakítanak, fogalmazzunk így, nem halsz meg, tehát nem széttépnek, de valóban az történik, hogy az, aki most vagy, akit most meg tudsz élni önmagadnak, az pont úgy megváltozik, mint amikor álmodban csak menekülsz. Álmodban, ha figyeled, amikor álmodsz és reggel fölkelsz, nem nagyon tudod megmondani, hogy álmodban mit döntöttél, mit cselekedtél, mert semmit, csak csináltad, csak éltél valamit. Álmodban sokszor sokkal jobban félsz, mint életben. Ismerek olyan embert, aki álmában sokkal jobban tud szeretkezni, és jobban az orgazmusa, mint életben. Tehát sorolhatnám. Oké. Nem véletlenül van az, hogy most tartunk össze egy ilyen tanfolyamot, sajnos az utolsót, de megtartjuk, mert hogy nagyon segíthet abban, valaki tudatosan tud álmodni itt a Földön, hogy mi lesz a halála után. Ugyanis ez fog történni a halál után is. De az, ami, ha megmaradsz abban, amit akarsz, mondjuk, hogy szeretnél Star Trek-es, science fiction-ös dolgokat megélni, akkor simán megteheted, az persze, hogy tudatosan álmodsz halál után. És a benned lévő korlátolt események, élmények, gondolatok úgy fognak megnyilvánulni, felszakadni, hogy megalkottod mondjuk a bolygókat és az űrhajókat, és akkor Picard kapitánnyal nyomhatod a szakmát. Persze ez benned zajlik mind, annyira valóságos, mert valós, tehát abszolút valós, egy ilyen élmény, hogy időn, téren, túl ráadásul zajlik ez. Tehát nincs arról szó, hogy a saját dimenziódban elvesztegetsz 1 milliárd évet, és akkor eltelt a Föld 1 milliárd év. Jaj, dehogy! Ez egy ilyen félreértés, hogy valaki meghal, és újjászületik 6 év múlva. Nem szokott ilyen lenni. Neki nem telik el úgy a 6 évnek. Mi itt igen megtehetjük azt, hogy elszámoljuk, de ott máshogy éli meg az egyén. Oké, és tehát igen, erre valóban van lehetőség, hogy nem. Még arra is van lehetőség, hogy ne csak a saját magadból teremtett illúzió alakok népesítsék be úgymond a kis bubi világodat, dimenziódat, hanem mások is beléphetnek, csatlakozhatnak, hogyha van kedvük, energiájuk, idejük. Nem úgy, ahogy gondolod, hogy tehát senki sem úgy éli meg ezt a dolgot, hogy megmarad annak az önmagának, aki most. Hát akkor nem lenne semmi értelme. Olyan, mint akkor lenne egy dimenzió, mint egy képregény. Átlapozod, és ennyi volt. És már mindent átlapoztál, akkor érted? Belehalsz az unalomba. A végtelen unalomba. Oké. Ha pedig valaki úgy dönt, hogy figyel tovább halál után, és akkor hagyja, hogy újra, meg újra, meg újra levesse a korlátait, és ezáltal tovább növekedjen a végtelenben, ott is nagyon nagy izgalmas dolgokat élhetsz meg, teljesen egyértelmű, és ott is, ahogy a tudatosságod erősödik, egyre inkább képes leszel arra, hogy lesznek dolgok, amik felett nem lesz hatalmad, de igenis egyre több és több dolog felett meg lesz. Megteheted azt, hogy anyagot, az anyag létrejöttében játszhat szerepet, persze. Hogyne. Egy nap megnyilvánulást, egy bolygó megnyilvánulást, az mindig egy elképesztő erejű, nem nagyon tudom kifejezni szavakkal, de egy elképesztő erejű térszakadás, tehát ilyen nyílás jön létre a térben. Igen. Lényeg, hogy erre a tudat figyelme képes. Tudom, ez is sokaknak kiverő biztosítékot, de a valóság akkor is ez. Nem azt mondom, hogy te teremted majd a napot, mert nem, de a tudatos figyelem, egyfajta figyelemállapot elengedhetetlen az anyag, és nem csak az anyag, bármilyen más dimenzionális konzekvencia, forma és egyéb, tehát következmények és formák létrejöttéhez. Hát hogyne. Persze. Oké, és... Kedves, hogy szeretném a tábort még egyszer megköszönni neked és a csapatnak és a résztvevőknek. Különleges élmény volt.
amikor az elfogadás, amire bíztatál minket, az mennyire egyezik, vagy tér le megbocsájtástól? Fogadd el azt, hogy másokat őrültettekre sarkalt. Megválaszolom, mert a kérdés hosszú, oké? És fel akarom olvasni a többi részét is. Az elfogadás, a megbocsájtás, hát figyelj ide, az emberi élme, a megbocsájtást azt talán markánsabban tudja hazudni, mint az elfogadást. De összességében nincs köztük különbség. Én amikor az elfogadás kicsit olyan személytlenebb, nem? A megbocsátásban az benne van, hogy ezt tetted velem, de megbocsájtok. Tehát, hogy ez ego ott van, hogy hát igen, azért én vagyok a valaki, mert megbocsátatom, okos enged, szamár szenved, stb. Tudod. Az elfogadás az meg olyan, mint amikor úgy odahajolsz a növényhez, és megszagod a virágot, és akkor hogy beszippantod, és kész. Tehát az elfogadásban vagy az ego kevésbé tud bekavarni, hogy ilyen mesteresen fogalmazzak. Oké. Ezért szóltam inkább elfogadást, de valóságban nincs különbség a megbocsátás meg az elfogadás között, ugyanis a kettő együtt kell, hogy létrehozza azt a semmi állapotot, amikor nincs benned és a létezésben semmilyen feszültség, ami a fel nem dolgozott, meg, vagy éppen meg nem élt valóságok miatt ott van, hogy máshogyan dolgozódjanak azok fel. Oké, és? Amikor a megbocsátással dolgozom, írod, a hozzám fordulóknál, nagyon fontosan tartom, hogy jön-e szívvel a mondat, valamikor nem megy, és ezt el kell fogadni. Néha rettenetesen nagyok és mélyek a lelkisebbek. Ez így van. Egyébként tényleg megható nekem, amikor még ezen a fájdalmon is át tud ragyogni a másik iránt érzett szeretet. Ez is így van, ez nekem is megható szokott lenni. De lehetek álszent is, mert néha nehéz nekem is a mély érzésekhez eljutnom magamban, és háríthatok is, így van. Köszönöm a választ, jó pénzt, és kívánok, te vagy a példaképe a munka terén, hogy tudsz ennyit dolgozni. Hát figyelj, de... nekem nagyon sokat ez nem dolgozom pontosabban, de nem úgy, hogy munkának élem meg, hanem én szeretem az emberi fajt, ezt gyakran elmondom, és szoktam ilyenkor kapni kérdést utána, én e-maileket, ilyen rövid, tömör e-mail, mi az Isten szerez bennük? Hát leginkább az Isten. Vagy hogy mondhatsz ilyet, hogy az emberi fajnak végtelen lehetősége, reménye van, hát olyan borzasztó is. Hát igen, így is lehet nézni. De én azért kicsit távolabbra szoktam figyelni a létezést, a mindenséget, és azt vettem észre, hogy az ember, mint olyan, ez egy nagyon jó lehetőség, tényleg, mint egy hatalmas nagy zongora. Tényleg, lejátszhatod a lecsodásod dallamot, játszhatsz rajta hamisan is, meg hogyha olyan van, akkor rácsapódik az ujjadra a fedél. Azt akkor az meg fáj. Hát igen, ez így van. Kettő, épp ezért, tehát... Hogy fogalmazzak? Volt itt egy kérdés, nem olyan rég tudod a munkáról, miért más. Nekem szerencsém van, mert egyrészt így a tudatosság, ez a tanítás, vagy csak azt élek a táborba, ott magyarázok, meg ott segítek, vagy bemegyek az idézőjelbe álmokba, és akkor, hogy, tehát, hogy ez az egész spirituális dolog, ez belőlem fakad. Én gyakran elmondom, hogy én nem számítok így embernek, mert a fókuszom jelentős része nem az anyagi világon van. Ott is van persze, hát eszem, iszom, alszom én is, meg a többi ikes végű, tudjátok. Csak az nálam csak a folyamat. Én a valóság megélésében nem annyira az anyagi világban szereplő Krisztiánt élem. Azt is persze, mert ő is a végtelen része, de... Magyarán, igen, tényleg a testem elfárad, vagy tényleg egy ilyen tábor, vagy egy ilyen tanfolyam, az egy mínusz év az életemből, ez így van, de csak a testemnek gáz, hát persze. A tudatosságom nem fárad el, sőt, hát arra szoktam figyelni, hogy igenis azért egy ilyen tábor után, vagy csak egy normál heten, amikor pörgök, dolgozok, üzlettel is foglalkozom emberekkel, hogy legyen egy-egy napom azért több is, ha megoldható, hogy ne találkozzak senkivel, vagy tényleg este én úgy egyedül lélek, hazaérek, és akkor le tudok ülni nyugiba, úgy elengedem, kisimulnak a dolgok, minden dimenzionális feszültség, amit keltettem, azt hagyom, hogy úgy megint újra végtelenné váljon. Tehát
Tehát sokkal többet dolgoznak nála normális emberek a maguk munkában, életében. Ó, persze, 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 mert hát pörögnek. Illetve hát római kettő azért én megélem a szeretetet a létezésemben, mindegy, hogy most ez munka vagy nem munka. Épp ezért nehezebben is fáradok el olyan dologban is, amit úgymond csak munkavégzésként végzek. Mert a szeretet jellegű tartalom az ott van. Hiszen nem azért szeretem a napomat, magamat, vagy nem azért érzem az érzést, mert a munka olyan, hogy én ezt szeretem csinálni. Az csak egy plusz. Oké? És én úgy vettem észre, hogy aki... hogy ugye a legtöbb szakember, pszichológus, látnok, halló, szagló ember, tanító, pap, tényleg apát, szerzetes, sorolhatnám. Tehát mindenki, aki bármilyen formában emberekkel foglalkozik, még egy normális tanár is, orvos, ápoló is akár, kozmetikus, hát a kozmetikus, az pszichológiai diplomát kéne szerezni a kozmetikusoknak, hát legtöbb kozmetika arról szól, hogy ugye, hogy oda megy az ember, a paciens, és tényleg hát a körmein túl, meg a arctisztítás, pólus tisztításon túl, lelki tisztulás is zajlik. Tehát bárki, aki emberekkel foglalkozik, ebből úgy látszik, hogy a többség csak a pénzért csinálja, vagy hivatástudatból csinálja, vagy van valami oka, amiért csinálja. És ez akár igaz is lehet. De a valóság azért, hogy vannak pillanatok a legnagyobb szélhámosnál, a legfanatikusabb ostoba embernél, aki tényleg annyira vallásos, annyira hisz a mesternek, magának, a vegán konyhának, nem tudom minek, bárminek, ugye a fanatizmus az mindig pusztít, az sosem jó. Vagy aki tényleg csak azért csinálja, mert ugye könnyű munka, mert nem kell a színbányában csákányozni, hanem megmondom az embernek, hogy ez az előző élete volt, meg ő ilyen, nem tudom, ilyen Arturuszi leszármazott, és akkor 30 ezer. Tehát, hogy még náluk is, tehát mindenkinél van az, hogy vannak olyan pillanatok, amikor úgy el tudja, elmegy az egója, vagy elmegy úgy minden, és megéli a valóságot. Sokszor nem is tud róla, de a többség azért rájön. Én ismertem olyan embert, aki tényleg abszolút svindlerként kezdte ezt az egész dolgot, és kártyát vetett, meg jósolt, meg lehúzott mindenkit pénzzel, és egyszer csak valami történt, nem mondta el sosem, mi történt, mert valami élménye volt, tehát valami spirituális élménye volt. És egyszer úgy váltott, abba is hagyta, csak gyakorolgatott, a maga módján figyelt, és úgy tényleg unánt a foga már úgy valódibb lett mindaz, amit ő képviselt, önmagát is beleértve. Oké, tehát így. És azért vannak olyanok, akik meg hogy alapból, tehát akik szándék nélkül csináljuk ezt. Ez nagyon fontos. Persze, hogy ne, hát a belépőt ki kell fizetni, különben nem tudok termet bérelni. Hát ez nem is kérdés. De nem arról van szó, hogy van mondjuk egy olyan szándékom, hogy akár még pozitív szándékom sincs, tehát nem akarom, hogy neked mondjuk jobb legyen, nem akarom, hogy megértessen veled az univerzum minden titkát. Jaj, dehogy. Negatív szándékom meg pláne nincsen. Tehát akik ilyen szándékmentesek, ők azért tehetik ezt meg, mert nincs itt az emberi fókusz. Tehát a fókuszunk nincs az emberi énünkön. Innentől fogva viszont ez a fajta megváltói szakma idézőjelbe, vagy csak ez a figyelemfelhívás, vagy támogatás, amit így végzünk, innentől fogva ez abba hagyhatatlan. Nem tud abba hagyni. Most eszemített egy profán hasonlat, ne és félre tudatnak, van lova, az mindig azt mondják a lovas emberek, hogy ha tényleg őszintén szereted lovakat, és nem tud megtenni azt, hogy ne menj ki a lovathoz minden nap egy pár percre. Most nem azt mondom, hogy az emberiség csak egy nagy ló. De valóban erről van szó valahol, hogy és szoktak mindig a hugiék is mindig leszúrnak, meg barátok, ismerősök, hogy látják mondjuk, hogy fáradt vagyok, hogy jaj, nem menj rá az egészségem, nem ér semmit. Hogyha megbetegszem, annyit nem ér az egész. Ó, szerintem meg de. Én nem érzem azt, hogy az én életem attól több lenne, hogyha milliárdokat költenék el jachtokra, és utaznék minden egy évben 10 hónapot, és csak 2 hónapot megtartnék előadást, és néha kicsit csinálnék egy meditációt Londonban a
sportcsarnokban 30 ezer emberrel, hogy megint legyen pénz a jaktra. Szóval nem érzem ezt, hogy nekem attól rosszabb, hogy mondjuk napi 24 órában emberekkel foglalkozom, vagy ha nem is 24-ben, de azért 26-ban. Jó. No, emberek, jók lehetek.